Második szakasz, kitolási fázis. Szerette volna ledönteni gyűlöletük falát, egy kis repedést találni rajta, ahonnan kikaparhat egy porszemet, aztán egy követ, egy téglát, aztán a fal egy darabját, még végül az egész épület összeomlik. Ray Bradbury a másik oldal. Gálvölgyi Judit fordítása. Rút Mindenkinél ez van. Elvonjuk figyelmünket az idő múlásáról. Beletemetkezünk a munkánkba. Távol tartjuk a kártevőket a palántáinktól. Feltöltjük a benzintankunkat és az egyenlegünket, elvégezzük a nagy bevásárlást, hogy a felszínen minden hét egyformának tűnjék. Azután egy nap körülnézünk, és kiderül, hogy a kicsikénkből férfi lett. Belenézzünk a tükörbe, és ősz hajszálakat látunk. Rájövünk, hogy kevesebb van hátra, mint amennyit eddig éltünk, S akkor arra gondolunk, hogy történhetett meg ilyen gyorsan. Tegnap még ki se szolgáltak a kocsmában. Tegnap még pelenkálszam a fiamat. Tegnap még fiatal voltam. Amikor beüt a felismerés, pörögni kezd a számláló. Mennyi időm a maradt? Mennyi mindent csúfolhatok bele? Némelyeket a felismerés új irányba terel, elutaznak Tibetbe, megtanulnak szobrázkodni, ejtőernyőznek. Próbálnak úgy tenni, mintha nem közeledne a vég. Mások meg csak tovább töltögetik a tankjaikat és az egyenlegeiket, tovább végzik a nagy bevásárlást, ha az ember leszeget fejjel halad az úton, nem nagyon izgatja, mikor jön a szakadék. Vannak, akik sosem tanulnak. És vannak, akik korábban tanulnak másoknál. A tárgyalás reggelén halkan bekopogtatok Edison ajtaján. Lassan kész vagy? Amikor nem válaszol, elfordítom a gombot, és belépek foltvarrott takarók rétegei alatt bujkál, karjával kizárja a fényt. Edison! Szólok rá hangosabban. Gyere, nem késhetünk el! Nem alszik, hallom a lélegzetvételéből. Én nem megyek, motyogja. Kennedy kérte, hogy hagyjon ki egy napot és vegyen részt a tárgyaláson. Nem árultam el neki, hogy a fiam számára manapság fontosabb is van az iskolánál, amit a tanárok is tanúsíthatnak, akik egyre gyakrabban hívnak fel azzal, hogy ellogja az órákat. Könyörögtem, veszekedtem, fenyegetőztem, de már meghaladja az erőmet, hogy felkeltsem a figyelmét. Az én kis tudósom, az én komoly fiam alázadó korszakába lépett. Szobafogságban tölti az idejét, de közben úgy bömbölteti a zenét, hogy remegnek a falak, vagy üzeneteket vált a barátaival, akikről még sosem hallottam. Amikor pedig késő éjjel hazatér, bűzzik a piától és a fűtől. Perlekedtem és sírtam, de már nem tudom, mi mást tehetnék. Életünk vonata reménytelenül kezd kisiklani, ez is csak egy vagon, ami letér a sinekről. Ezt már megbeszéltük, emlékeztetem. Nem beszéltünk. Hunyorogva néz fel rám. Te beszéltél. Kennedy szerint egy gondoskodó anyát sokkal nehezebb elképzelni gyilkosként. Azt mondja, hogy az a kép, amit az esküdteknek mutatunk, néha fontosabb a bizonyítékoknál is. Kennedy így, Kennedy úgy. Úgy beszélsz róla, mintha ő lenne a megváltó. Az is? Szakítom félbe. Legalábbis most az. Minden imám hozzászáll, mert egyedül ő áll köztem és a börtön között, ezért is kérem, Edison, nem, ezért könyörgök, tedd ezt meg nekem. Más dolgom van, Felhúzom a szemöldököm. Úgy, mint lógni az iskolából? Edison hátat fordít nekem. Miért nem hagysz már békén? Egy hét múlva azt fogod kívánni, bár csak eljöttél volna. Az igazság harapós. A ha számhoz kapom a kezem, mintha ezzel visszaszívhatnám a szavaimat. Edison pislogva küzd a könnyeivel. Nem úgy értettem, suttogja. Tudom. Azért nem akarok elmenni a tárgyalásra, mert nem bírnám hallgatni, amiket rólad mondanak. Az arcára fektetem a tenyeremet. Te ismersz, Edison? Ők nem. Mindegy, miket hallasz abban a tárgyalóteremben, mindegy, mit hazudnak össze rólam. Te csak arra emlékezz, amit egész életemben érted tettem. Hüvelyk ujjammal elmorzsolom a könycseppek útvonalát. Belőled akkor is lesz valaki. Az emberek ismerni fogják a nevedet. Fejemben hallom a visszhangot, ahogy a mama ugyanezt mondja nekem. Vigyázz, mit kívánsz, gondolom. A mai nap után az emberek tényleg ismerni fogják a nevem, csak nem azért, amiért szerettem volna. Azt számít, mi lesz veled, mondom Edisonnak. Ami velem lesz, az nem fontos. Felkapja a kezét, átkulcsolja a csuklómat. Nekem fontos. Hát itt vagy, gondolom, ahogy Edison szemébe nézek. Ez az a fiú, akit ismerek. A fiú, akire feltettem az életem. Úgy tűnik. Mosolyodom el. Ma nagy szükségem lenne egy gardedámra. Edison elereszi a csuklómat. Felemeli a karját, könyökben mereventbe behajtva, régi módi gesztussal, mint egy félénk udvarló, noha még most is pizsamát visel, noha én is sába tekerem a hajam noha nem bálba készülünk, sokkal inkább veszőfutásra. Szíves törömest! Feleli. Múlt éjjel Kennedy váratlanul megjelent nálam. A férje és a kislánya is vele volt, egyenesen egy-két órányira fekvő városból jött, hogy megossza velem a hírt, Davis Bower vizsgálata MCADD-t mutatott ki. Meretten néztem az eredményekre, amelyeket férjének orvosbarátja értelmezett a számára. De ez, ez! Szerencse! fejezte be helyettem. A maga számára mindenképp. Nem tudom, hogy a jelentés csak véletlenül maradt -e ki az aktából, vagy valaki tudatosan ne nehogy gyengítse a vádat. Egyedül az számít, hogy már birtokunkban van az információ, és erre fogjuk építeni a felmentési stratégiát. Az MCADD veszélyesebb rendellenesség, mint a nyitott botalló vezeték, amire Kennedy eredetileg akart hivatkozni. Immár nem hazugság, hogy a Bauer baba életveszélyes rendellenességgel jött a világra. Neki nem kell már hazudnia a bíróságon. Csak nekem. Fél tucatnyi alkalommal is tisztázni próbáltam ezt Kennedyvel, főleg azután, hogy a szakmai kapcsolatunk személyes kapcsolattá mélyült, de úgy éreztem, ez csak rontana a helyzeten. Eleinte azért nem mondhattam el, hogy közbeavatkoztam és hozzányúltam Davis Bauerhez, amikor görcsös állapotba került, mert nem tudtam, bízhatok-e benne, sem azt, mennyiben változtatna az igazság az ügyem megítélésén. Most pedig már azért nem beszélhettem erről, mert szégyeltem a korábbi hazugságot. Könnyekben törtem ki. Remélem, ezek az örömkönnyei, jegyezte meg. Vagy a hálájé, amiért ilyen jogi lángelmével hozta össze a sors. Az a szegény kis baba, Sikerült kinyögnöm. Ez annyira igazságtalan. Pedig nem Davis Bauerért sírtam, pedig még csak nem is őszintétlenségem miatt. Azért sírtam, mert mindvégig Kennedynek volt igaza. Nem számított, hogy Davis bauer fehér, fekete vagy éppen hupilila nővér látta el. Nem számított, hogy megpróbáltam újjáéleszteni. A tragédiát senki sem kerülhette volna el. A karomra fektette kezét. Naponta történnek rossz dolgok jó emberekkel, emlékeztetett. A mobilom épp akkor csörren meg, amikor a busz beáll a belvárosi megállóba. Edisonnal leszállunk, közben Adisa hangja betölti a fülem. Ezt nem elhinni, kislány? Hol vagy? Megnézem a táblát. A College street -en. Akkor indulj el a lámpa felé. Összekapom magam, ahogy Edisonnal a arra felé fordulok. A bíróság csak egy saroknyira esik a parktól, de Kennedy kifejezetten kérte, hogy ne onnan közelítsek, mert akkor a riporterek fel fognak tartóztatni. Az viszont nem árthat, ha távolról ránézek, mi folyik felé. Előbb hallom, mint látom őket, erős hangjuk harmóniában egyesül, s úgy tör az ég felé, mint a mesebeli paszúj. Arcok tengere hullámzik előttem, a barna ezernyi árnyalata, ahogy zeng az ó, szabadság. Elől hevenyészet kis pódiumon, mögötte egy csatorna logójával, Vallasz merszi! A rendőrök emberi kordont vonnak kinyújtott karjukkal, mintha varázsköt rajzolnának a gonosz távol tartására. Mindeközben az Elm Streeten en híradós furgonok és napfelé fordított tányéran tennák sorjáznak, a riporterek mikrofonjaikba kapaszkodnak a zöld háttér előtt, az operatőrök felveszik a vágóképeket. Istenem! Suttogom magam elé. Nekem semmi közöm az egészhez. Csak is magadnak köszönt. Adisa hangja telve büszkeséggel. Magasra emelt fejjel kéne bemasírozzon abba az épületbe. Nem lehet. Kennedyvel megbeszéltük, hol találkozunk. Oké. Okay. Kihallom Adisa hangjából a csalódottságot. Oda bent találkozunk. És Adisa, kösz, hogy eljöttél. Felsziszen. Hol máshol lennék? Azzal a vonal elnémul. Edisonnal elhaladunk, amit sem sejtő diákok mellett, akik úgy viselik a hátizsákjukat, mint a teknőc páncélt, el az átmeneti otthonukként szolgáló gótikus épületek mellett, melyek biztonságban megbújnak az öles falak és a fekete kapuk mögött, el a hontalan költő mellett, aki valójában csavargó, csak némi készpénzért szaval pár sort. Miután elérjük a Wall Street-i parókiát, észrevétlenül besurranunk mögé az üres parkolóba. – És most? – kérdi Edison. Ugyanazt az öltönyt viseli, amit a mama temetésén. Bármely másnapon végzős fiú lehetne, aki felvételi elbeszélgetésre jött. Kennedy azt tervezi, hogy a hátsó bejáraton át be, így nem vonjuk magunkra a riporterek figyelmét. Megkért, hogy bízzak benne. Amennyi eszem van, ezt is teszem. Törk. Múlt éjjel nem tudtam elaludni, még hajnali háromkor is a tévét bámultam, és láttam egy filmet arról, hogy éltek annak idején az indiánok. Rekonstruáltak egy jelenetet, egy ágyék kötős fickó száraz levelekből csiholt tüzet, amit egy hosszában felvágott vastag fatörzsre gyűjtött. Miután a lángok kialudtak, a fickó kiválta az elszenesedett fát, majd ezt addig ismételgette amíg ki nem faragott egy teljes kenut. Én is így érzem magam, mint akinek kikaparták a belét, amíg üressé nem vált. Ami meglepő, hisz régóta erre a napra várok. Azt gondoltam, egy szuperhős energiája pezseg majd bennem. Harcba indulok a kisfiamért, és semmi sem állíthat meg. Furcsa mód mégis olyan érzésem van, mintha elértem volna a bevetési szónát, de nem lenne ott senki. Elfáradtam. 25 éves vagyok, mégis többet éltem, mint tíz másik ember. Brit kilép a fürdőből. Bemehetsz! Meltartót és harisnyát visel, ahogy az ügyész kérte, hogy konzervatív benyomást keltsen. Te is felvehetnél egy csapkát? Javasolja. Bassza meg! Ami engem illet, a mai nap emlékünnep, ha már nem kaphatom vissza a kisfiamat, legalább arra gondom lesz, hogy a felelősök megbűnhödjenek, és mindenki más reszkessen a félelemtől. Kifolyatom a forró vizet, a csap alá tartom a kezem. Kifújom a borotvahabot, Bedörzsölöm vele a fejbőröm, azután kézbe veszem a borotvát, hogy leháncsom az utolsó szőrszálat is. Talán mert kialvatlan vagyok, talán a bennem nyíló krátertől, ami kitöréssel fenyeget, de megvágom magam a bal fülem felett. Rohadtul csíp, ahogy a szappan belemar a sebbe. Rászorítom a törők között, de a fejsebek csak lassan hegednek be. Egy perccel később, amikor leveszem a törőközőt, a vércseppek végig szaladnak a nyakamon, hogy eltűnjenek a gallérom mögött. Mint ha vérvörös zászlóbanna fel, egyenest a horog keresztes tetoválásból. Megigézetten nézem a kombinációt, a fehér szappant, a sápadbőrt, az eleven sebet. Szemközti irányban hajtunk a bírósághoz. A kisterautó szélvédője bepárásodik, hiába ragyog a nap. Tökéletesnek tűnik az idő, csak amikor kilépünk a szabadba, akkor döbbenünk rá, milyen hideg van. Rendesen felöltöztünk, én az öltönyömbe, amit Francis közösen hordunk, Brit a fekete ruhába, ami valaha feszült a testén, de most csak formátlanul lóg. Miénk az egyetlen kocsi a parkolóban. Miután leállunk, brit oldalára kerülök. Nem mintha ekkora úri ember lennék, egyszerűen nem akar kiszállni. Letérdelek elé, a térdére fektetem a tenyerem. Semmi baj, nyugtatgatom. Egymásra mindig támaszkodhatunk. Megfeszíti az állát, mint amikor azt hiszi, hogy valaki gyengének és erőtlennek tartja. Lassan kifejti magát a kis terrautóból. Lapos talpú cipőt visel, ahogy Odett Lauton meghagyta, de a kabátja rövid, csak a csípőjéig ér. Látni, hogy a hideg szél gyorsan átjárja a ruha anyagát. Próbálok az útjába állni, mintha a kedvéért még az időjárást is meg tudnám változtatni. Amikor odaérünk, a napfény úgy vetül a sírkőre, hogy felszikrázik. Fehér. Vakítóan fehér. Brit lehajol, hogy újjával is kirajzolja Davis nevének betűit. A születés dátumát, ami egyben a tragikus halálé is. Alatta egyetlen szó, szeretünk. Brit azt akarta ráíratni, hogy szerettünk erre utasított, amikor elküldött a sírköveshez, de én a legutolsó pillanatban meggondoltam magam. Ez a szeretet sohasem fog megszűnni, miért tenném múlt időbe? Azt mondtam Britnek, hogy a sírköves cseszte el. Nem vallottam be, hogy én akartam így. Tetszik, hogy a fiam sír felirata kapcsolódik a szóhoz, amit az öklömön viselek mintha mindenhol velem lenne. Addig állunk a sírnál, amíg Brit át nem fagy. A sírköré telepített sóhajnyi fű már is megbarnult. Halott ez is. A bíróságnál legelőször a niggereket látjuk. Mintha hanyú hevön egész belvárosa megtelne velük. Zászlókat lengetnek, dicsőítő énekeket harsognak. Az a seggfej a tévéből, vallasz valami, aki lelkésznek képzeli magát, de biztos a neten vette a címet öt dodóért. Valami nigger történelem órát tart, békön felkeléséről mesél. Választént, fivéreim és nővéreim, szétválasztották a fehéreket és feketéket. Úgy gondolták, egyesült erővel túl nagy kárt okoznának. 1705re a szerződéses szolgák ha kereszények voltak, s persze fejérek, földet és fegyvert, élelmet és pénzt kaptak, míg a többieket rabszolga sorba kényszerítették. Elvették a földjeinket és a jószágainkat, elvették a fegyvereinket, ha csak kezet emeltünk a fehér emberre, az életünkkel fizettünk érte. Magasra emeli a karját. Történelmet akkor is az angol száz amerikaiak írták. Kurvára így van. Elnézem az öt hallgató tömeget. Alamóra gondolok, ahol maroknyi texasi 12 napon át kitartott egy seregnyi babzabáló ellen. Talán vesztettek, de akkor is. A fekete tengerből hirtelen egy fehér öklöt látok kiemelkedni. Egy jelképet. A tömeg hullámzik, ahogy a férfi felém indul. Megtermett tag, kopasz fejjel és hosszú vörös szakállal. Ahogy megáll előttünk, a kezét nyújtja. Karl Torhalzon mutatkozik be. Vagy ahogy ismerhetsz, Odin 45. Az egyik aktív kommentelő a magányos orgról. Társa is kezet ráz velem. Erég duval, fejér ördög. Egy nő is tartozik hozzájuk, a csípőjén ezüst hajú kiskölyköket egyensúlyoz. Azután egy terepruhás fickó jön. Három lány vastagon kihúzott szemmel. Egy magas férfi bakancsban, szájában fogpiszkálóval. Egy fiatalabb fickó vastag keretes szemüvegben, a karján laptoppal. Lassan formálódik körülöttem a tömeg, azok, akiket a közös ügy kapcsán ismertem meg a neten. Szabók, könyvelők és tanárok, Arizona határán őrjáratozó önkéntesek, a New hampshire milícia tagjai. Neonácik, akik még sosem fették fel magukat, névtelenségbe burkolóztak, felhasználó nevek mögé bújtak, egészen mostanáig a kisfiam kedvéért készek vállalni önmagukat. Kennedy Elalszom a tárgyalás reggelén. Ágyú golyóként lövök ki az ágyból, vizet spriccelek az arcomra és konybarángatom a hajam, mielőtt bepaszírozom magam a harisnyámba és legjobb tengerészkék kosztümömbe. Szó szerint három perc készülődés után a konyhában termek, ahol Majka a tűzhelynél áll. Miért nem keltettél fel? Támadok rá. Csak mosolyog, ahogy futó csókot le el az arcomra. Én is szeretlek, életem gyöngyháza. Feleli. Ügy csak le Violet mellé. Lányunk az asztalnál ülve végigmér. Mami, nem egyforma a cipőd! Édes Istenem! Visszasprintelnék a hálóba, de Majka megragadja a vállam, hogy a helyemre kormányozzon. Addig edd, amíg meleg. Sok energiára lesz szükséged, hogy legyűrd azt a skinheadet és a feleségét. Máskülönben kifogysz a szuflából és tapasztalatból tudom, hogy a bíróságon csak a barna löttyel lehet pótolni az elveszett kalóriát, amit valamiért kávénak hívnak, meg abból a néhány automatából, ami a pattintott kőkorszak óta ott áll. Leteszi elém a tányért, rajta két tojás, lekváros pirítós, sőt, röszti. Olyan éhes vagyok, hogy kivégzem a tojást, mielőtt még elém tehetné reggelim utolsó elemét, a bögre teljes kávét rajta a Harvard orvosi karának emblémájával. Látod? Még a kávét is a fér kiváltságok jelképében kapod. Elnevetem magam. Talán magammal vihetném, hogy szerencsét hozzon. Vagy bűntudatból, vagy valamiért. Megpuszilom Violet feje búbját, majd a telefonnal a töltővel, a és az adtatáskával együtt cipőm párját is megkeresem. Majka az ajtóban vár a kávésbögrével. Tudni akarod az igazat? Nagyon büszke vagyok rád. Átadom magam legalább ennek az egy pillanatnak. Köszönöm. Most menj és négy Marcia Clark. Összerezzenek. Ő ügyész, nem lehetnék Glória Arred! Majka vállat van. Csak nyírt ki őket! Már is a felhajtó felé indulok. Nem volna szabad ilyet mondanod valakinek, aki épp egy gyilkossági ügyvádlottját készül megvédeni. Szólok vissza a vállam felett, mielőtt sikerül anélkül beülnöm, hogy elcsöppenteném a kávét. Kell ennél kedvezőbb előjel. Csak azért kerülök a bíróság homlokzata felé, hogy lássam, mi történik, másként olyan helyen beszéltem meg a találkát rúttal, ahol senki sem zavarhat. Tész cirkusz, erre tényleg nincs jobb szó. A pázsit egyik végéből polyátsza Merszi jelentkezik élőben, hogy megafonján át adjon a híveinek. 1691-ben használták először a fehér jelzőt a bíróságon. Akkoriban az egy csepp szabályt tekintették irányadónak. Egyetlen csepp vér, egyetlen fekete felmenő elég volt ahhoz, hogy valakit feketének tekintsenek. A pázsit másik végében fehér emberek csoportosulnak. Először azt hiszem, vallasz ámok futását nézik, Azután már látom, amint egyikük magasba emeli a halott baba fényképét. A fehérek átmosíroznak a vallaszt hallgató tömegen. Szitkok, lögdösődés, ütésváltások. A rendőrök nyomban beavatkoznak, hogy szétválasszák a feketéket és a fehéreket. Erről eszembe jut a bűvésztrük, amivel tavaly elkápráztattam Violetet. Vizet töltöttem egy tálba, majd meghintettem a borssal. Azután közöltem, hogy a bors fél a szappantól, s valóban, amint a vízbe mártottam a szappant, a bors a tál peremére menekült. Violet szemében ez varázslat. Én persze tudom az igazat, a bors a felületi feszültség miatt menekül a szappan elől. Itt is valami hasonló folyik. Megkerülöm a Wall parókiát. Azonnal meglátom edison aki ört áll, rút viszont nincs sehol. Kiszállok, közben a szívem kihagy egy ütemet. Csak nem? Edison a parkoló túlsó végébe mutat, ahonnan rút az utcán járók elő embereket nézi. Eddig még nem vették észre, de ez akkor is kockázatos. El kell hozzom onnan. Meg is érintem a karját, de leráz magáról. Kérek egy percet! Közli szintelen hangon. Elhátrálok. Diákok és egyetemi tanárok haladnak el, behúzott nyakkal a szélben. párok surrannak, majd mint hadinosaurusz járnak köztük, barna busz fel a patkánál. Ahogy kiélplendez magából néhány utast, mielőtt tovább csörtet. Nem hagynak nyugodni ezek a gondolatok. Hallom Rót hangját. Egész hétvégén csak ez járt a fejemben. Hányszor kell még felszállnom a buszra? Reggelit készítenem. Ez az utolsó alkalom, hogy feladom a csekket az áramszolgáltatónak? Áprilisban nagyobb figyelmet fordítottam volna a nyíló nárciszokra, ha tudom, hogy többé nem látom őket? Tesz egy lépést a takaros sorban elültetett kamaszkorú fák felé. Újjai úgy fonódnak az egyik törzsre, mintha folytogatnák, közben felnéz a feje fölé kinyúló ágakra. Nézze az eget! Ilyen kéket egyik festékes tubusból sem nyom ki. Mintha a szín legtisztább árnyalata eszenciája lenne. Felém fordul. Mennyi idő kell, amíg ezt is elfelejtjük? Átkarolom a vállát. Reszket, és tudom, hogy ennek semmi köze az időhöz. Ha engem kérdez, felelem. Soha észre se vesszük. Rút. Amikor Edison még kicsi volt, mindig tudtam, ha valami rosszban sántikált. Megéreztem, még ha nem is láttam. Hátul is van szemem, mondtam neki, amikor elképett azon, hogy mindig rajta kapom, amikor próbál édességet csenni vacsora előtt. Talán ezért lehet, hogy bár egyenesen magam elé nézek, ahogy Kennedy kérte, magamon érzem a karzaton ülők tekintetét. Tűzszúrásnyi kis fájdalom jár a nyomukban, mérgezett nyilak, rovarcsípések. Minden önuralmamra szükségem van, hogy ne csapjak a tarkomra és hessegessem el őket. Kit akarok átverni? Minden önuralmamra szükségem van, hogy ne álljak fel és rohanjak kisikoltozva a tárgyalóteremből. Kennedy és Howard összedugja a fejét, Belemerül a stratégiába, nincs ideje rá, hogy lebeszéljen az öngyilkos ugrásról. A bíró egyértelművé tette, hogy nem tűr semmiféle rendzavarást, és a zéró tolerancia lelkes híve, aki egy rossz szót szól, kivezetik. Egyedül ez tartja kordában a fehér felsőbbrendűség híveit. Mégsem egyedül az ő tekintetük éget lyukad belém. Rengeteg a fekete, akik közül sokat már ismerek a mamám temetéséről, azért jöttek, hogy imádságukban hordozzanak. Közvetlenül mögöttem Edison és Adisa ül. Karfán nyugvó kezük egymásba fonódik. Érzem a kötelék erejét, mintha energiamezőt képezne. Hallgatom a lélegzetüket. Hirtelen újra a kórházban vagyok, és azt teszem, Amihez a legjobban értek, kezem egy nő vállán, szemem az életjeleket kirajzoló monitoron. Belégzés! Rendelkezek! Kilégzés! Mélyen be és mélyen ki! Már is érzem a kiáradó feszültséget, aminélkül minden könnyebb. Ideje megfogadnom a saját tanácsomat annyi levegőt szippantok magamba, amennyit csak tudok. Orjokaim kitágulnak, s ahogy lélegzek, vákumot befelé hajló falakat vizionálok magam köré. Tüdöm hatalmas radagad a melkasomban, mintha szét akarna pukkanni. Egy pillanatra mozdulatlanná merevedek. Azután mindent kiengedek magamból. Odett Lauton nem néz a szemembe minden figyelmét az esküdteknek szenteli, egyé válik velük. Ezzel a rideg távolságtartással is emlékezteti őket, akik a sorsomról döntenek, benne és bennem nincs semmi közös, bárhogy is gondolnák a bőrszínünk alapján. Hölgyeim és uraim, tisztelt esküdtek! Kezdi! Az eset, amiről hallani fognak, felfoghatatlan és tragikus. Törk és Britanni Bauer, mint oly sokan, izgatottan várták, hogy végre szülők lehessenek. Olyannyira, hogy életük legszebb napja köszöntött be 2015. október 2-án, amikor a kisfiúk Davis megszületett. Az esküdteket elválasztó korláton nyugtatja a kezét. Ugyanakkor a legtöbb szülővel ellentétben Bauerék személyes okokból nem érezték helyén valónak, hogy egy afroamerikai nővér gondoskodjon a gyermekükről. Önöknek talán nem tetszik, amiben hisznek, talán nem értenek egyet velük, de azt nem tagadhatják, hogy a kórház pácienseként jogukban áldönteni arról, milyen orvosi ellátást kívánnak a gyermeküknek. Ezzel az előjogával élve Törk Bauer kérte, hogy csak bizonyos nővérek érintkezhessenek a gyermekével. A vádlott nem tartozott e közé, és a helyzet az, hölgyeim és uraim, hogy ezt képtelen volt megemészteni. Ha nem lennék olyan rémült, elnevetném magam. Ez minden. Odett ennyivel akarja elkenni a rasszizmust, ami ahhoz anyavajás szetlihez vezetett? szinte lenyűgöző, ahogy addig csűri csavarja ezt az ocsmánságot, míg végül valami egészen más lesz belőle, beteg jogi kérdés. Vetek egy pillantást Kennedyre, aki alig észrevehetően megvonja a vállát. Én megmondtam. Szombat reggel a kis Davis Bowert körülmetélésre a csecsemő szobába vitték. A vádlott egyedül tartózkodott vele ebben a helyiségben, amikor a kisbaba rosszul lett, és mit tett? Odett kivár a válaszszal. Semmit. Ez a képzett ápoló több mint húsz év szakmai tapasztalatával a háta mögött, aki felesködött rá, hogy a legjobb képességei szerint gondoskodik minden pácienséről, csak ott állt. Megfordul, hogy felém mutasson. A vádlott csak állt és nézze, ahogy a kisbaba az életéért küzdött. Hagyta meghalni azt a csecsemőt. Most az esküdtek tekintetét érzem magamon, mint sakálok a dögre, úgy vetik magukat rám. Némelyik kíváncsian, mások viszonyogva. Legszívesebben bemásznék az asztal alá. Lemosnám magamról a tekintetüket. Azután érzem, ahogy Kennedy megszorítja ölemben nyugvó kezemet, és felemelem az állam. Ne lássák a félelmét, tanácsolta. Ruth Jefferson önkényesen, felelőtlenül és tudatosan cselekedett így. Ruth Jefferson gyilkos. Noha számítottam rá, mégis meglepetésként ér, ahogy rám használja a szót. Próbálok gátat vetni a döbbenetnek azzal, hogy gyors egymás utánban magam elé képzelem azt a számtalan kisbabát, akit a karomban tartottam, az első megnyugtató érintést, amit ezen a világon éreztek. Bebizonyítjuk önöknek, hogy a vádlott csak állt és semmit sem tett, miközben az újszülött az életéért küzdött, amikor pedig az orvosi személyzet többi tagja és cselekvésre bírta, a szükségesnél nagyobb erőt fejtett ki, megsértve ezzel a létező összes szakmai irányelvet. Olyan erőszakosan bántak kisbabával, hogy annak nyomait a bonszoláskor készült fényképeken is láthatják majd. Visszafordul az esküdtek felé. Minnyájunkat sértettek már meg a méltóságunkban, hölgyeim és uraim, de még ha úgy is érezzük, hogy jogtalanul bánnak velünk, nem toroljuk meg a sérelmeinket. Nem teszünk kárt egy ártatlan emberben, csak hogy visszavágjunk annak, aki megsértett. A vádlott mégis ezt az utat választotta. Ha úgy dönt, hű marad esküjéhez és hivatásához, ahelyett, hogy átadja magát vak dühének és bosszúvágyának, vágyának, Davis Bauer még ma is élne. De így, hogy Ruth Jeffersonra bízzák? Egyenesen a szemembe néz. Esélye sem volt. Kennedy kecsesen felemelkedik mellettem. Ahogy az esküdtek felé indul, tűsarka élesen kopog a kövezeten. A vád képviselője igyekszik elhitetni önökkel, hogy ebben az ügyben minden fekete vagy fehér, csak nem abban az értelemben, mint gondolnánk. Én képviselem Ruth Jefferson-t, aki a Plesbörgi szanin végzett, majd a jelen szerzett szakápolói diplomát. Több mint húsz éven át dolgozott szülészeti szakápolóként Connecticut államban. Feleségül ment Veszi Jeffersonhoz, aki a tengeren túlon szolgálat teljesítés közben veszette életét. Egymagában nevelte fel edison a színötös tanulót, aki nem sokára maga is egyetemre fog járni. Ruth Jefferson nem valami szörnyeteg, hölgyeim és uraim! jó anya, jó feleség és kivételes nővér. Visszatér a védelem asztalához, hogy a vállamra fektesse a kezét. A bizonyítékok alapján látni fogják, hogy egy kisbaba meghalt rút műszakjában. Nem is akármilyen kisbaba, Törk Baueré, aki a legelső pillanattól gyűlölte rútot a bőrszíne miatt. És mi történt? amikor a gyermeke meghalt, elment a rendőrségre és feljelentette. Dacára a ténynek, hogy a gyermekorvos, akiről még hallani fognak, méltatta Rútot, amiért a légzésreállása után is mindent megtett az újszülött megmentéséért. Dacára annak, hogy a főnöke, akiről még szintén hallani fognak, arra utasította Rútot, hogy egy ujjal se nyúljon a gyermekhez, miközben a kórháznak nem lett volna joga ahhoz, hogy megparancsolja ővérik a telességének elhanyagolását. Kennedy visszaindul az esküdtek felé. Elmondom, mit láthatnak majd a bizonyítékokból, rótot lehetetlen választás elé állították, kövesse a főnöke utasítását és a gyerek szüleinek ártalmas kívánságát, vagy minden tőle telhetőt kövessen el a gyermek életének megmentéseért? Miss Lauton azt mondta, hogy az eset tragikus. Igaza van, de megint csak nem azért, amiért gondolnánk. A helyzet az, hogy bármit tesz vagy nem tesz Ruth Jefferson, nem menthette volna meg a kis Davis Bauert. A halál időpontjában még Bauerék és a kórház sem volt tisztában azzal a tényjel, hogy a kisbaba súlyos életveszélyes rendellenességgel született, Amin az sem változtatott volna, ha nem rút van vele a szobában, hanem Florence Nightingale. Davis Bauer egészen egyszerűen nem érhette túl. Megadóan széttárja a karjait. A vád képviselője szeretné elhitetni önökkel, hogy vétkes gondatlanság történt, csak hogy itt nem rút hibázott, hanem a kórház és az állami laboratórium amely elmulasztott jelezni egy olyan súlyos rendellenességet, amit ha korábban felismernek, talán még megmenthették volna a gyermek életét. A vád képviselője szeretné elhitetni önökkel, hogy a harag és a bosszúvágy miatt vagyunk ma itt. Ez is igaz, csak hogy ez a harag és bosszúvágy nem rútban munkált, hanem törk és britanni Bauerben, akik gyászukban és fájdalmukban bűnbakot kerestek. Ha már nem kaphatták vissza a fiúkat éppen és egészségesen, azt akarták, hogy valaki bűnhődjön. Ezért vették célbarúti Jefferson-t. Végignéz az esküdteken. Elég egy ártatlan áldozat. Azt kérem önöktől, hogy ne legyen második. Hónapok óta nem láttam Korint. Idősebbnek tűnik, karikák húzódnak a szeme alatt. Belegondolok, megvan-e még a fiúja, volt-e beteg, milyen csapások érhették mostanában. Eszembe jut, hogy amikor felhoztuk a salátánkat a büféből, mindig nekem adta a paradicsomot, én pedig neki az olajbogyót. Ha tanultam bármit az elmúlt néhány hónapban, akkor az az, hogy a barátság csak illúzió. Minden szilárdnak hit kapcsolatról kiderül, hogy csak ködés de ha mögé nézzünk, talán felismerhetjük, hogy életünk szilárd alapját azok alkotják, akiknek a jelenlétét maguktól értetődőnek tekintjük. Egy éve még azt mondtam volna, hogy Korinnal közel állunk egymáshoz, azután kiderült, hogy ez legfeljebb földrajzi értelemben igaz. Nem azért lettünk közeli ismerősök, vettünk egymásnak karácsonyi ajándékot, és jártunk el csütörtök esténként a tapaszbárba, mert annyi közös volt bennünk, hanem mert olyan keményen és olyan sokat hajtottunk, hogy könnyebben folytathattuk félszeg társalgásunkat, mintha keresnünk kellett volna valaki mást, hogy megtanítsuk a nyelvünkre. Odett arra kéri Korint, hogy adja meg a nevét és szímét, mielőtt felteszi a kérdést. Alkalmazásban van? Korin rám néz a tanúk padjáról, majd sietve félre kapja a tekintetét. Igen, a Mass Heaven kórházban. Ismeri a jelen ügyvádlottját? Igen, bólint Korin. Ismerem, pedig nem, igazából nem. Sosem ismert. Ha őszinte akarok lenni, igazából én sem ismertem. Mióta? kérdezi Odett. Hét éve. Nővérként együtt dolgoztunk a szülészeten. Értem. 2015. október másodikán is együtt dolgoztak? Igen. Reggel hétkor kezdtük a műszakot. Aznap délelőtt ön látta el Davis Bauert? Igen, Bólint. De Ruttól vettem át. Miért? A főnökünk Méri melónkért kért meg rá. Odett nagy hűhót csap abból, hogy beterjessze a bizonyítékok közé a kórházi karton hiteles másolatát. Szeretném felhívni a figyelmét az ön előtt fekvő 24-es számú tárgyi bizonyítékra. Elmondaná az esküdteknek, hogy mi ez? Ez egy kórházi kartoték, magyarázza Korin. Davis Bauer a páciensünk volt. Lát ön egy csatolmányt ezen a kartotékon? Igen. Korin hangosan is felolvassa. Az állomány afroamerikai tagjai nem gondoskodhatnak a páciensről. Minden szó egy-egy pisztolygolyó. Ennek értelmében a páciens gondozását a vádlott helyett önvette át. Igen. Megfigyelte rót reakcióját, amit erre az utasításra adott? Kérdezi Odett. Igen. Bosszús és zaklatott lett. Azt mondta, Méri azért vette le az esetről, mire azt feleltem, hogy ez nem val Mérire. Tudja, mintha valami más lenne a háttérben. Nem akart meghallgatni. Azt mondta, a kisbaba nem jelente nekem semmit, és azzal elviharzott. Elviharzott? Lementem a lépcsőn a helyett, hogy liftesszem volna. Elképesztő, mennyire képlékenyek az események és igazságok, akár a lágy viasz. Tények, mint olyanok, nem is téteznek. Legfeljebb az, ahogy az adott pillanatban látjuk őket. Ahogy értékeljük, ahogy feldolgozzuk. A mesemondót nem lehet külön választani a mesétől. Davis Bauer egészséges csecsemő volt? Folytatja az ügyész. Úgy tűnt, feleli Korinne. Nem nagyon akart szopni, de ennek nincs nagy jelentősége. Eleinte sok kisbaba alusszékony. Október harmadikán pénteken is dolgozott? Igen, bólint Korin. Rót? Ő nem. Be se kellett volna jönnie, de emberhiányjal küzdöttünk, ezért behúzták egy dupla műszakra, aznap délután héttől egész szombatig. Tehát pénteken egész nap öllátta el Davis-t? Igen. Elvégzett rajta bármilyen rutin eljárást? Korint Bólint. Fél három körülvért vettem a sarkából. Ez a szokásos vérképhez kellett, nem azért, mert a kisbaba beteg volt, vagy ilyesmi. Minden újszülöttön elvégezzük, és a mintát elküldjük elemzésre az állami laborba. Aggasztotta az a állapota? Továbbra is gondot okozott a szoptatása, de ismétlem, ez nem rendkívüli az újdonsült anyukák és az újszülöttek esetében. Mosolyogva fordul az esküdtek felé. Tudják, vakvezet világtalant. Beszéltek a vádlottal Davis Bauerről, amikor elkezdte azzapi műszakját? Nem, ami azt illeti, rút úgy tett, mintha ott sem lennék. Olyan ez, mint egy testen kívüli élmény. Csak ülök itt, mindenki szeme láttára, és hallgatom ezeket az embereket, amint úgy tesznek, mintha itt se lennék. Legközelebb mikor találkozott Róttal? Amikor reggel hétkor bejöttem, még tartott a műszakja, egész éjjel dolgozott, tizenegykor kellett volna hazamennie. Mi történt aznap délelőtt? teszi fel a kérdést Odett. Elvégeztük a kisbaba körülmetélését. A szülők általában nem szeretik látni, amikor ez megtörténik, ezért visszük az újszülöttet a csecsemőszobába. Itt kapnak egy kis édességet, rendszerint cukros vizet amitől lenyugszanak, azután a gyermekorvos elvégzi a beavatkozást. Amikor betoltam a kiságyat, Rútot a csecsemő szobában találtam. Nagy volt a káosz aznap délelőtt, ezért idejött, hogy kifújja magát. A körülmetélés terv szerint alakult? Igen, komplikációk nélkül. A szabályzat megköveteli, hogy 90 percig megfigyelés alatt tartsuk a kisbabát, az esetleges vérzések és egyéb komplikációk elkerülésére. Ezt ön végezte? Nem, ismeri el Korin. El kellett mennem, mert egy másik páciensemen sürgősségi császármetszést hajtottak végre. A főnővér mér is elkísért a műtőbe, mert ilyenkor ez a feladata. Ez azt jelenti, hogy az egész szinten rút maradt az egyetlen nővér. Ezért kaptam el, és kértem meg, hogy figyeljen Davisre. Habozni kezd. Meg kell értenie, hogy kiskor ház vagyunk. Kicsi a személyzet is. Ha adódik egy orvosi szükséghelyzet, gyors döntéseket kell hoznunk. Howard lefirkant valamit mellettem. Egy sürgősségi császármetszésnek feljebb húsz perc? Azt gondoltam, visszaérek a csecsemőszobába, mielőtt még a kisbaba felébredne. Nem nyugtalankodott amiatt, hogy rút gondjaira kellett bízni a davis -t? Nem, felel Korin határozottan. Rút a legjobb nővér, akivel valaha találkoztam. Mennyi ideig volt távol? Túl sokáig, halkul el Korin hangja. Mire visszaértem, a kisbaba már halott volt. Az ügyész Kennedyhez fordul. Öné a tanú! Kennedy rámosolyog Korinra, ahogy a tanúk padja felé indul. Azt mondja, hét éve dolgozik együtt Rúttal. A barátjának tartja? Korin tekintete felém rebben. Igen. Tételkedett valaha az elhivatottságában? Nem, a példaképemként tekintek rá. Rövid ideig sem tartózkodott a csecsemő szobában, amikor Davis Bauer esetében sor került az életmentő beavatkozásra? Nem, felel Korin. A másik páciensemmel voltam. Vagyis nem látta, hogy Ruth bármit tett volna? Nem. Felemeli a papírlapot, amit Howard csúsztatott oda neki. Ön azt állította, idézem, ha adódik egy orvosi szükséghelyzet, gyors döntéseket kell hoznunk. Emlékszik erre a kijelentésére? Igen. A sürgősségi császármetszés orvosi szükséghelyzetnek minősül, jól tudom? Igen. Az önvéleménye szerint az is orvosi szükséghelyzetnek minősül, ha egy újszülöttnél légzési rendellenesség lép fel? E, igen, természetesen. Tudott arról, hogy az orvosi kartonhoz csatolt utasítás értelmében rút nem láthatta el azt a kis babát? Tiltakozom, avatkozik közbe Odett. Az utasításban nem ez állt. Helyt adok, mordul fel a bíró. Fogalmazzon másként, Miss McQuire. Tudott arról, hogy az orvosi kartotékhoz csatolt utasítás értelmében az állomány afroamerikai tagjai nem láthatták el ezt a kis babát? Igen. Hány afroamerikai nővér dolgozik az osztályon? Egyedül rút. Ruth. Amikor rútot állította oda maga helyett, tudott arról, hogy a gyermek szülei kifejezetten megtiltották, hogy ő gondoskodjon az újszülött gyermekükről? Korin fészkelődni kezd a széken. Nem gondoltam, hogy bármi baj lesz. A kisbaba jól volt, amikor ráhagytam. A körülmetélést követően a páciens megfigyelésének egyetlen és kizárólagos oka, hogy újszülöttek esetében a dolgok egyik pillanatról a másikra megváltozhatnak, jól tudom? Igen. Ahogy az is tény, Korin, hogy ön egy olyan nővérre bízta a kisbabát, akinek megtiltották, hogy gondoskodjon róla, nem igaz? Nem volt más választásom. Védekezik, Korin. De rót gondjaira bízta a kisbabát? Igen. Pedig tudod róla, hogy hozzá sem érhet ahhoz a hozzá kisbabához? Igen. Vagyis, ha jól értem, egymás után kétszer is elszúrta? Én fura, szakítja félbe Kennedy. Önt mégsem vádolja senki, hogy megölte azt a kisbabát? Múlt éjjel a mama temetéséről álmodtam. Megteltek a pacsorok, és nem tél volt, hanem nyár. Hiába ment a légkondi, hiába legyezgette magát mindenki, úszunk a verítékben. A templom pedig nem is templom volt, hanem raktár, ami mintha teljesen kiégett volna. Az oltár mögött a feszületet két elszenesedett gerenda alkotta, amelynek szálkái úgy illeszkedtek egymáshoz, mint egy kirakó játék darabjai. Sírni próbáltam, de egy könycseppem sem maradt, minden nedvesség veríték formájában távozott belőlem. Próbáltam legyezgetni magam, de nekem nem jutott programfüzet. Ekkor a mellettem ülő felém nyújtotta a sajátját. Használja az enyémet! Ajánlotta fel. Felé fordultam, hogy megköszönjem, és a mama ült mellettem. Döbbenten, támolyogva álltam fel. Kémleltem a koporsóba, hogy lássam, ki van ott helyette. Tömve volt halott kis babákkal. Mérit tíz évvel utánam vették fel. Kezdetben még ugyanolyan nővérként dolgozott, mint én. Együtt szenvedtük végig a dupla műszakokat, panaszkodtunk a juttatások miatt, éltük túl a kórház átépítését. Azután a főnővér nyugdíjba ment, és mindkettőnk neve bekerült a kalapba. Amikor a személyzetisek őt választották, Méri lesújtva keresett meg. Azt mondta, remélte, hogy én kapom meg az állást, akkor most nem kéne bocsánatot kérnie, amiért őt választották. Igazából nem bántam. Gondoskodnom kellett Edisonról, ráadásul a főnővérség nem csak több papírmunkát, de a páciensekkel töltött kevesebb időt is jelentett. Ahogy láttam mérit beleszokni a főnővérségbe, hálát adtam a szerencsémnek, amiért így alakult. A gyermek apja, Törk Bauer beszélni akart rót felettesével. Válaszolt méri az ügyész kérdésére. Aggódott a gyermeke ellátása miatt. Egész pontosan miről beszéltek? Méri lesüti a szemét. Nem akarta, hogy egyetlen fekete is hozzáérjen a kisbabához. Ezzel egyidejűleg felfedte a karjára tetovált konfederációs zászlót. Az esküdtek szó szerint felhördülnek. Korábban is elhangzott már hasonló kívánság egy szülő részéről? Méri habozik. A pácienseink mindenfélét szoktak kérni. Némelyik asszony szülésznőt szeretne, mások nem akarják, hogy orvostan hallgatók kezeljék őket. Lehetőség szerint igyekszünk biztosítani a pácienseink kényelmét. Ebben az esetben mit tett? Megjegyzést csatoltam a kartonhoz. Odett felkéri, hogy hangosan is olvassa fel a kapcsolódó tárgyi bizonyíték szövegét. Beszélt az állomány tagjaival erről a kérdésről? Elmagyaráztam Rútnak, hogy a szülők kérést intéztek hozzám összhangban az apa világnézeti meggyőződésével. Hogyan reagált erre? Személyes sértésnek vette. Felelméri szintelen hangon. Pedig én nem annak szántam. Közöltem vele, hogy ez csupán formalitás, de ő hátat fordított és rám csapta az irodám ajtaját. Mikor látta legközelebb a vádlottat? Szombat reggel. A sürgősségi osztályon tartózkodtam egy másik pácienssel, akinél szülés közben komplikációk adódtak. Mint főnővér én rendelkeztem az átszállításáról, amit az öt gondozó nővér ez esetben Korin hajtott végre. Korin erre az időre rútra bízta a páciensét, Davis Bauert, hogy a körülmetélést követően figyeljen rá. Én pedig, amint erre módom nyílt, visszasiettem a csecsemőszobába. Mondja el, mit látott Méri. Rút a kis ágy felett állt. Megkérdeztem, mit csinál, mire azt felelte, semmit. Ha terem összezárul körülöttem, nyakam és karom minden izom szála egyszerre feszül meg. Érzem, ahogy ledermedek, ahogy megigézetten meredek a babaac márványos kékségére az apró test mozdulatlanságára. Fülemben hallom utasításait. Hozd a maszkot! Add ki a riasztást! Elmosódik minden, megpördül velem a világ, megkövülök. Melkasi nyomás! két ujjammal püfölöm a pálcikákból álló melkast, másik kezemmel csatlakoztatom a vezetéket. A csecsemőszoba hirtelen szűkössé válik a bezsúfolódott tömegtől. Tű fúródik a kutacs alá, majd szitok szavak repdesnek, amikor kicsúszik, mielőtt vénát találna. Kémcső gurul az asztalon. A műanyag csövön át atropint fecskendez a tüdőbe az orvosnő beront a csecsemő szobába. A maszk nagy sóhajjal magába roskad, ahogy a kukába vágják. Időpont 10 óra 4. Rút, suttogja Kennedy. Jól van? Az ajkaim nem mozdulnak. Pörög velem a világ, megkövülök, puldoklok. A páciensnél rendszertelen bradikardia, áld be! Hallom, mérit. Sírkő. Nem tudtuk fenntartani az agy oxigén ellátását. A gyerekgyógyász végül megállapította a halál bekövetkeztét. Nem vettük észre, hogy a szülők is a csecsemő szobában tartózkodnak. Túl sok minden történt egyszerre, és... Elhal a hangja. Az apa, Mr. Bower a szemeteshez ruhant, és kivette a lélegeztető maszkot. Megpróbálta csatlakoztatni a csövet, ami még ekkor is a kisbaba szájában volt. Könyörgött, hogy mutassuk meg, hogyan kell. Elmorzsol egy könnycseppet. Én nem! Én! Bocsánat! Sikerül néhány foknyit felemelnem a fejem, hogy lássam, amint az esküszék női tagjai is ugyanezt teszik, de nekem már nincsenek könnyeim. Én fuldoklom mindenki más könnyeiben. Odett mérihez lép, hogy felé nyújtson egy zsebkendőt. A zokogás puha hangjai minden oldalról körülvesznek, mint avatta tömés. Mi történt ezután? kérdezi az ügyész. Méri megtörli a szemét. Takaróba csavartam Davis Bauert. Visszahúztam rá a sapkát. Azután átadtam az anyjának és az apjának mintha kemény fából lennék. Behunyom a szemem, és csak süllyedek. Beletelik néhány percbe, mire újra összpontosítani tudok. Kennedy már megkezdi méri mire kitisztul a fejem. Törk Bauert megelőzően panaszkodott egyetlen páciens is rúz szakértelmére? Nem. Rút munkája hagyott kívánnivalót valót maga után? Nem. Amikor azt a megjegyzést fűzte az újszöld kartonjához, tudatában volt, hogy bármely tetszőleges időpontban mindösszesen két nővér dolgozik az osztályon, így fennáll a lehetősége annak, hogy a páciens a kórházi tartózkodása alatt esetleg felügyelet nélkül marad? Ez így nem igaz. A másik ügyeletes nővér rendelkezésre áll. És amennyiben ez a nővér foglalt, Példának okáért elhívják egy sürgősségi császármetszés kapcsán, így a szinten csak egyetlen szabad nővér marad, aki történetesen afroamerikai? Méri szája kinyílik és összecsukódik, de hang nem jön ki rajta. Sajnálom, Miss Malone, de nem értem. Davis Bauer sosem maradt felügyelet nélkül. Erősködik. Ruth ott volt vele csak hogy ön, mint a felettese megtiltotta neki, hogy ellássa a szóban forgó pácienst, nem igaz? Nem, én. A kartonyához fűzött megjegyzése értelmében egy ujjal sem nyúlhatott az adott pácienshez. Általánosságban, magyarázza Méri, de nyilván nem egy szükséghelyzet esetén. Kennedy szeme megvillan. Ezt is ráírta a páciens kartonyára? Nem, de. szerepelt azon az öntapadó szetlin? Nem. Közölte Rúca, hogy bizonyos körülmények esetén a nővéri esküje előrébb való, mint az ön utasítása? Nem. Mormolja méri. Kennedy összefonja a karjait. Akkor Rútnak mégis honnan kellett volna tudnia? Teszi fel a kérdést. Amikor kihirdetik az ebédszünetet, Kennedy felajánl nekünk egy kis harapnivalót, hogy Edisonnal ne kelljen átverekednünk magunkat a sajtón. Megmondom, hogy nem vagyok éhes. Tudom, hogy nem így érzi, mosolyodik el. De jól indítottunk. Pillantásom ékesen árulkodik arról, mit gondolok, az esküdtek sosem verik ki fejükből a képet, ahogy Törkbauer Bauer megpróbálja újjáéleszteni a saját kisfiát. Miután Kennedy távozik, Edison letelepszik mellém. Meglazítja a nyakkendőjét. Minden rendben? Szorítom meg a kezét. Nem hiszem el, hogy ezt te tőlem. Egy hölgy sétál el mellettünk, majd telepszik le a padra Edison mellé. A telefonján keresztül mélyen belemerül egy társalgásba. Nevet, a szemöldökét húzogatja, csettintget a nyelvével, egy személyes színház. Azután hirtelen felkapja a fejét, mintha csak most eszmélne rá a jelenlétünkre. Meglátja maga mellett Edizont, s épp csak egy hajszányit, de arrébb húzódik azután elmosolyodik, mintha ezzel jóvá tenne mindent. Tudod, szólalok meg, kicsit mégis éhes vagyok. Edison elvigyorodik. Én mindig az vagyok. Egyszer állunk fel és surranunk ki a hátsó kapun. Már az sem érdekel, ha belefutok a teljes sajtóba, vagy akár magába vallasz Merszibe. Kart karba öltve addig gyalogolunk, amíg nem találunk egy pizzériát. Rendelünk két szeletet, leülünk és várunk, hogy szólítsanak. A boxban Edison a kólája fölé hajol és rátapad a szívószálra, amíg szürcsölve el nem éri a pohár alját. Én meg lassan elveszem a gondolataimban és az emlékeimben. Talán most döbbenek rá, hogy a tárgyalás nem csupán törvényes karaktergyilkosság, lélektani játszma, amelyben a vádlott vértjét láncszemről láncszemre bontják le, amíg már saját maga is azon kezd tűnődni, hogy talán az ügyésznek van igaza. Mi van, ha mégis szándékosan tettem? Ha nem méri öntapadó szetlie miatt haboztam, hanem mert a lelkem mélyén ezt akartam? Edison hangja vonja el a figyelmem. Hunyorogva tekintek az arcára. Mondták a nevünket? Megrázza a fejét. Még nem, de kérdezhetek valamit, mama? Amit csak akarsz. Egy pillanatig hallgat, mintha gondosan átszűrné magában a szavakat. Ez tényleg ilyen volt? A pultnál megszólal a csengő. Kész az ételünk. Nem indulok, hogy elhozzam, csak mélyen a fiam szemébe nézek. Rosszabb. Felelem. Az anesteziológust, akit a vád aznap délután tanúként szólít, nem ismerem túl jól. Isaac Hager csak akkor jelenik meg a szintemen, ha vészhelyzet adódik, akkor is a csapat többi tagjával. Amikor Davis Bauerhez jött, még a nevét sem tudtam. A vészhelyzetet megelőzően találkozott valaha a pácienssel? kérdezi odett. Nem, feleli doktor Hager. Találkozott a szüleivel? Nem. Elmondaná nekünk, mit csinált, amikor a csecsemőszobába ért? Intubáltam a pácienst. Válaszolja dr. Hager. Majd, amikor a kollégáim nem találtak vénát, próbáltam segíteni nekik. Mindeközben te de bármilyen megjegyzést rútnak? kérdi odett. Igen, melkasi nyomásokat végzett, és több alkalommal is kértem, hogy hagyja abba, amíg felmérjük a páciens reakcióját. Egy alkalommal úgy éreztem, kisé agresszívan végzi a melkasi nyomást, amit meg is mondtam. Le tudná érni nekünk, mit csinált Ruth? Újszülött esetében az újjáélesztés során nyomást fejtünk ki a szedcsontra, percenként mintegy kétszázas gyakorisággal. A monitoron látható értékek arra utaltak, hogy Ruth túlságosan erős melkasi nyomást alkalmaz. Elmagyarázná alaikus nyelvén, mit jelent ez? Dr. Háger az esküdtekhez fordul. A melkasi nyomással manuálisan próbáljuk beindítani a szívverést, ami magától nem indul be. A beavatkozás célja, hogy elérjük a szív összehúzódást, azután hagyjunk fel a kompresszióval, hogy a vér megtölthesse a szívet. Kicsit olyan ez, mint a lefolyó tisztítás. Le kell nyomnunk a pumpát, de ha csak ezt tesszük és sosem húzzuk fel, hogy létrehozzuk a vákumot, nem tudjuk felszippantani a vizet. Hasonlóképpen, ha túl gyorsan vagy túl erősen végezzük a melkasi nyomásokat, csak pumpálunk, pumpálunk és pumpálunk, de a vér nem kering az eregben. Emlékszik pontosan, mit mondott Rútnak? Megköszörülli a torkát. Azt mondtam, lazítson kicsit. Nem szokatlan, hogy az altatorvos javasol módosítást a beavatkozáson, amit egy másik személy végez? Cseppet sem, felel dr. Hager. Ez csapatmunka, vészhelyzet esetén mindenki odafigyel a többiekre. Ugyanígy azt is figyeltem, hogy a melkas mindkét oldala megemelkedik-e, s amennyiben nem ez történik, Megkértem volna Méri Malont, hogy lélegeztessen erőteljesebben. Meddig tartott rút céltalan erőszakossága? Tiltakozom! Avatkozik közbe Kennedy. Szavakat ad a tanul szájába. Átfogalmazom. A vádlott mennyi időn keresztül végezte agresszíven a melkasi nyomást? Csupán túlzott buzgalommal végezte, és nem egészen egy percig. Az ön megalapozott szakmai véleménye szerint, doktor úr, a vádlott tettei okozhattak kárt a páciensnek? Az életmentés erőszakos cselekedetnek tűnhet egy külső szemlélő számára, Miss Lauton. Felnyitjuk a légcsövet, bordákat repesztünk meg, nagy feszültségű árammal dolgozunk. Felém fordul. Tesszük, amit kell, s ha szerencsénk van, működik. Nincs több kérdésem, bólint az ügyész. Kennedy közelebb lép Dr. Hagerhez. Ilyenkor mindenki felfokozott érzelmi állapotban van, jól mondom? Igen. A rút által alkalmazott melkasi nyomások súlyos kihatással jártak a páciens állapotára nézve? Épp ellenkezőleg. Ezek tartották életben, amíg mi megkíséreltük az orvosi beavatkozást. Hozzájárultak az újszülött halálához? Nem. Kennedy az esküdteket elválasztó melvédnek dől. Mondhatjuk azt, hogy a csecsemő szobában mindenki azon fáradozott, hogy megmentse annak a csecsemőnek az életét? Feltétlenül. Rót is? Dr. Hager egyenesen a szemembe néz. Igen, válaszolja. Az anesteziológus vallomása után rövid szünet jön. A bíró visszavonul, az esküdteket is kiterelik. Kennedy áthesseget egy kis tárgyalóba, ahonnan sehova nem mehetek el, ha távol akarom tartani magam a médiától. Beszélni akarok Edisonnal. Egy ölelést akarok Adisától. Ehelyett itt veszegelek a kis asztalnál az izegő neoncsövek alatt, és a fejemben próbálom kibogozni a sok játszma lépéseit. Belegondolt már? Kérdezem. Hogy mit csinálna, ha nem volna ügyvéd? Kennedy felém fordul. Így akarja a tudtomra adni, milyen szarul végzem a munkám? Nem, csak elgondolkodtam. Tudja, az újrakezdésen. Kibont egy rágót, hogy felém nyújtsa a csomag maradékát. Ne nevessen ki, de valaha menő cukász akartam lenni. Igazán? Három hétig még suliba is jártam. Végül a rétes tészánál akadtam ki. Egyszerűen nem volt hozzá türelmem. Mosolyját szadozik az ajkaimon. Nem mondja. Hát maga? Felnézek rá. Nem is tudom. Vallom be. Már öt évesen is tővér akartam lenni. Túl öregnek érzem magam, hogy mindent előről kezdjek, de még ha muszáj lenne is, akkor se tudnám, mihez kezdjek. Ez a gond az elhivatottsággal, sóhajt felkenedi. Nem fogadják el fizetőeszköznek. Elhivatottság. Ezért bontottam ki a takarót, amikor Davis Bauer nem lélegzett. Kennedy. Kezdem. Van itt valami. Félbeszakít. Visszamehetne az iskolába. Szerezhetne orvosi diplomát, vagy lehetne asszisztens. Gondozhatna jó módú időseket. Egyikünk se mondja ki az igazságot, ami velünk együtt bezsúfolódik a szobába. Az elítélt követő nem mutat igazán jól egy önéletrajzban. Amikor meglátja az arcom, ellágyul a tekintete. Nem lesz semmi bajrút. Működik a tervem. S ha mégsem, kérdem halkan. Ha valamiért csődöt mond, megfeszül az állat. Akkor mindent elkövetek azért, hogy a legenyhébb büntetést kapja. Börtönbe kell majd mennem. Jelenleg az ügyészség több vasat is tart a tűzben, de ha kiderül, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztják alá a legsúlyosabb vádat, kapásból ejtik, hogy egy enyhébb vádpontban kiharcolják az elmarasztaló ítéletet. Ha nem tudják bizonyítani a kiterveltséget, ráállnak a gondatlanságra. Biztonságra játszanak. A szemembe néz. Gyilkosság esetét a minimális büntetés 25 év, de gondatlanságból elkövetett emberülésnél Kevesebb, mint egy év. A szándékosságot pedig csak nagy nehézségek árán tudnák bizonyítani. Odett egyébként is tojásokon lépdel majd, amikor kikérdezi Törk Bauert, különben az esküdtek rövid úton megutálják. Legalább annyira, mint én? Kennedy tekintete kiéleződik. Ezt soha többé nem akarom hallani, rút. Eszébe se jusson ilyet mondani, érti? Abban a pillanatban ráeszmélek, hogy nem csak Kennedy gondolkodik hat lépéssel előre. fodet akarja, hogy az esküdtek megutálják Törk Bauert. Akarja, hogy megbotránkozzanak, viszonyogjanak és sértve érezzék magukat. Ezzel bizonyítja majd az indítékot. Mindig nagyra tartottam dr. Atkins a gyerekgyógyászt, de miután hallom képesítései felsorolását és a szakmai előéletét egyenesen csodálom egyike a keveseknek, aki sokkal több kitüntetéssel és színben rendelkeznek, mint gondolnánk, csak túl szerények ahhoz, hogy ezt bárkinek is említsék. Ő egyben az első tanú is, aki egyenesen a szememben néz és elmosolyodik, mielőtt figyelmével az ügyész felé fordul. Rót, ekkor már elvégezte az újszülött rutinvizsgálatát. Emlékszik vissza. Aggódott egy potenciális szívzőrej miatt. Van ennek komolyabb jelentősége? kérdezi Odett. Nincs. Sok kisbaba születik nyitott botalló vezetékkel. Ez lényegében egy apró kis lyuk a szívben. Általában magától összezárul a csecsemő első életévében, de a biztonság kedvéért előjegyeztettem a páciens kardiológiai vizsgálatra. Kennedytől tudom, Odett azt hiszi, ez az a veleszületett betegség, amit Kennedy a nyitóbeszédében említett. Abból is látszik, hogy nem feszegeti különösebben a kérdést. Dr. Atkins, dolgozott ön október harmadikán szombaton Davis Bauer halálának napján? Igen. Kilenckor érkeztem, hogy elvégezzem a páciens körülmetélését. Kifejteni az eljárás lényegét? Természetesen. Ez egy rendkívül egyszerű műtéti beavatkozás, melynek során eltávolítjuk az előbört a csecsemő péniszéről. Kicsit késtem, miután egy másik páciensnél sürgősségi helyzet állt elő. Más is jelen volt? Igen, két nővér. Korin és Ruth. Megkérdeztem Rúttól, készen áll -e a páciens, mire közölte, hogy már nem ő gondozza. Korin erősítette meg, hogy a páciens készen áll a beavatkozásra, amit én gond nélkül el is végeztem. Mondott rót bármit a körülmetéléssel kapcsolatban? Dr. Atkins egy pillanatra elhallgat. Csak annyit, hogy sterilizálhatnám a kisbabát. Mögöttem a karzaton valaki azt csuttogja, picsa. Mit válaszolt erre? nem válaszoltam. Dolgoztam. Hogy ment a beavatkozás? A gyerekgyógyász megvonja a vállát. Utána sért, ahogy az összes csecsemő. Szorosan bebugyoláltuk, mire visszaaludt. Felnéz. Amikor eljöttem, békésen aludt, mint a... Szóval, mint egy kisbaba. Öné a tanú, bólint odett. Doktornő, ha jól tudom, nyolc éve dolgozik a kórházban. Kezdi Kennedy. Igen. Nevedgél egy sort. Tű, repül az idő. Korábban is dolgozott együtt Ruttal? Gyakran és nagy örömmel, felel dr. Atkins. Hihetetlenül jó nővér, a lelkét kiteszi a pácienseiért. Amikor rút megjegyzést tett a gyermek sterilizálásával kapcsolatban, ön ezt hogyan fogadta? Viccként, felelte dr. Atkins. Tudtam, hogy nem komolyan mondja. Rút nem az a fajta, aki rosszat kívánna egy páciensnek is. Davis Bauer körülmetélése után is tovább dolgozott a kórházban? Egy másik szinten, a pediátriai klinikán. Értesült a kialakult vészhelyzetről? Igen. Méri engem is riasztott. Amikor megérkeztem, rút melkasi nyomásokat végzett. Ön szerint a tőle elvárható gondossággal? Amennyire meg tudtam állapítani, igen. Adta jelét bármiféle ellenérzésnek a gyermekkel kapcsolatban? Kérdezi Kennedy. Nem, Szeretnék egy kicsit visszaugrani az időben. Bolint Kennedy. Davis Bauer születése után végeztek vérvizsgálatot? Igen. Connecticut államban kötelező az újszülöttek szűrése. Hol dolgozzák fel a vérmintát? Az állami laborban, Rocky Hillben, nem házon belül. Hogyan szállítják át a mintát az állami laborba? Futár felel dr. Atkins. Mikor vették le davis ervérét vérét a szűrővizsgálathoz? Október harmadikán, pénteken, délután fél háromkor. Megkapta az újszülött vérképelemzésének eredményét a Connecticut-i állami laboratóriumtól? Dr. Atkins homlokrán szólva gondol bele. Most, hogy így mondja, nem emlékszem rá. Persze, ez oka fogyottá is vált. Mi a szőrés célja? Listába szedi a rendellenességeket. Némelyeket genetikai mutáció okoz, mások bizonyos enzimek vagy fehérjék hiányához köthetők, megint mások ahhoz, hogy a szervezet nem képes lebontani bizonyos enzimeket vagy fehérjéket. A legtöbben nem is hallottak ezekről a rendellenességekről. Teszi hozzá Dr. Atkins: Mert a legtöbb kisbaba esetében nincsenek jelen. Ahol viszont jelen vannak, nos, a többségük kezelhető, amennyiben időben felismerik. Megfelelő étrend, gyógyszeres kezelés vagy hormonterápia azonnali alkalmazásával többnyire meggátolhatjuk a növekedési rendellenesség és a kognitív hiányosságok kialakulását. Akadnak a rendellenességek között olyanok, amelyek végzetesek lehetnek? Igen, amennyiben nem ismerjük fel és kezeljük őket időben. Ön még nem ismerte a szűrővizsgálat eredményét, amikor Davis-Bauer rohamot kapott? Teszi fel a kérdést, Kennedy. Nem. Az állami labor hétvégén zárva tart. A pénteki eredményeket általában csak kedden kapjuk meg. Ön tehát azt állítja, tűnődik el Kennedy, hogy csak nem kétszer annyi időbe telik megkapni a vizsgálati eredményeket egy olyan csecsemő esetében, aki bal szerencséjére a munkahét végén látja meg a napvilágot. Sajnálatos, de így van. Látom, ahogy az esküdtek felélénkülnek, jegyzetelnek, behatóan figyelnek. Edison is fészkelődni kezd mögöttem. Talán Kennedynek van igaza. Talán nem kell nekik más, csak tudományos bizonyíték. Ismer ön egy MCADD nevű betegséget? Teszi fel a kérdést Kennedy. Igen, ez egy enzimhiányos rendellenesség. Alapvetően arról van szó, hogy az újszülöttnek gondot okoz a zsírsavak lebontása, emiatt a vércukorszint vészesen alacsony szintre csökken. Korai felismerés esetén ez is kézben tartható, például módszeres étrenddel és gyakori szabtatással. Tegyük fel, hogy nem ismerik fel. Ekkor mi történik? Nos, az MCAD és újszülött nagy valószínűséggel áldozatul esik az első hipoglikémiás rohamnak, amikor a vércukorszint meredeken leesik. Ennek mik a külső tünetei? A csecsemő aluszékony, ingerlékeny. Nem akar szopni. Tegyük fel, hogy egy kisbabán, akinél nem ismerik fel és kezelik időben az MCA DD-t, körülmetélést hajtanak végre. Van ebben a rutin eljárásban bármi, ami tovább súlyosbíthatja a páciens állapotát? A gyerek Normális esetben a közelgő beavatkozásra való tekintettel a gyermeket reggel hat után nem szabad megetetni. Egy MCADD és baba esetében mindez alacsony vércukorszintet és várhatóan hipoklikémiás rohamot eredményezne, ezért a beavatkozás előtt és után 10% dextrózt adnánk neki. A vészhelyzeti eljárás során vérmintát vett Davis Bauer-től, igaz? Igen, Elárulná az esküdteknek a vércukorszint akkori értékét? 20. Mely értéknél tekinthető egy újszölött hipoglikémiásnak? 40-nél. Tehát Davis Bauer vércukorszintje vészesen alacsony volt? Igen. Elég lehetett ez ahhoz, hogy egy nem diagnosztizált és kezelt MCADD-ben szenvedő kisbabánál leálljon a légzés? Biztosan nem tudni, de lehetséges. Kennedy felemel egy aktát. Szeretném ezt beterjeszteni, mint 42-es számú tárgyi bizonyítékot. Ez Davis Bauer újszülöttkori szűrővizsgálatának eredménye. Odett kilő, mint a puska golyó. Mi ez a trükközés, bíró úr? A védelem nem osztotta meg a váddal ezt a... Én is csak néhány napja jutottam hozzá, bíró úr. A vád számára vélhetően kényelmes módon hónapokon át hiányzott az ügy iratai közül. Kimerem jelenteni, hogy ez az igazságszolgáltatás akadályozása. Hozzám! A bíró mindkét jogi képviselőt az emelvényhez kéreti. Beindul a zajgép, ezért ugyanúgy nem hallhatom őket, ahogy az esküdteket sem. Minden esetre lázas kézmozdulatok és kivörösödött arcok jellemzik a szóváltást. Amikor végeznek, a bírósági titkár utasítást kap, hogy jegyezze be a bizonyítékot. Dr. Atkins, elmondaná kérem, mit látunk? Folytatja gördülékenyen Kennedy. Ez egy újszölött szűrővizsgálati eredménye. A gyerekgyógyász belelapoz. Azután megmerevedik a jó ég! Lát bármi említésre méltót a leletben, dr. Atkins? Azokban az eredményekben, amelyeket az állami labor a hétvégére való tekintettel nem adott ki? Azokban az eredményekben, amelyeket csak Davis Bauer halála után ismerhetett meg? A gyerekgyógyász felnéz. Igen, Davis Bauernek egyértelműen MCADD-je volt. Amikor az első tárgyalási nap véget ér, Kennedy nagyon elégedett magával. Hadar, mint akinek kávé folyik az ereiben, és láthatóan úgy érzi, már is győztünk, pedig a vád csak most lendül bele. Azt mondja, ilyen kirobbanóan sikeres napot illik megkoronázni egy nagy pohár borral, de ha őszinte akarok lenni, nekem csak ahhoz van kedvem, hogy hazamenjek és bemásszak az ágyamba. A fejemben ott Davis Bauer képei és dr. Atkins tekintete, amikor rájött, mi következik a vizsgálati eredményekből. Igaz, Kennedy már két napja megosztotta őket velem, de ettől csak még pocsékabbul érzem magam. Ha belegondolok, hogy más valakinek, valakinek, akit kedvelek és tisztelek, ugyanaz jár a fejében, mi lett volna, ha? Igen, a tárgyalás ellenem folyik. Igen, olyasmiért hibáztatnak, amiért nem hibáztathatnának. De végül mégiscsak ott lesz egy halott csecsemő. Ott lesz egy anya, aki sosem láthatja felnőni. Felmenthetnek, lehetek Vallasz Melszi ügyének fénylő fákjája, polgári pert indíthatok és kiharcolhatok egy akkora kártérítést, ami minden kaput megnyit Edison előtt, ettől még tudni fogom, hogy ebben az ügyben igazából senki sem győzhet. Mert semmi sem felettetheti egy olyan élet tragikus végét, ami el sem kezdődött. Ez jár a fejemben, amíg arra várok, hogy szétoszoljon a tömeg, és minden szétszó nélkül hazamehessünk Edisonnal. Odakint a folyosón, a padon ülve vár rám. Hol van a nénikéd? Vállat von. Ha Azt mondta, próbál hazaérni, mielőtt tényleg elkezd havazni. Kinézek az ablakon, amelyen túl hópihék örvénylenek. Annyira magamba fordultam, hogy észre sem vettem a közelgő vihart. Csak még hadd menjek ki a mosdóba. Elindulok az elnéptelenedett folyosón. Belépek egy fülkébe, és elvégzem a dolgom, majd öblítek és kijövök kezet mosni. A kagylónál ott áll Odett Lauton. Vett egy pillantást a tükörben, hogy visszacsavarja a rúzs kupakját. Ha az ögyvédje sikeres napot zárt, ismeri el. Nem tudom, mit mondjak, ezért csak folyatom csuklomra a forró vizet. Azért a helyében nem bíznám el magam, Kennedy mcwire talán meggyőzi arról, hogy földre szállt angyal, de én tudom, mi járt a fejében, amikor az a rasszista helyre tette. S azok a gondolatok nem a gyógyítás körül forogtak. Ez már túl sok. Valami felzubog bennem a felismerés gejzírje. Elzárom a csapot, és megtörlöm a kezem, mielőtt felé fordulok. Tudja, egész életemben mindent jól csináltam, Keményen tanultam, kedvesen mosolyogtam és betartottam minden szabályt, hogy idáig jussak. Tudom, hogy maga is ugyanúgy. Ezért nehéz számomra megérteni, miért akar egy értelmes, keményen dolgozó afroamerikai nő mindenáron elgáncsolni egy másik értelmes, keményen dolgozó afroamerikai nőt. Valami megvillan Odessz szemében, mint egy sóhajnyi gyertyaláng. Azután ugyanilyen gyorsan el is tűnik, hogy helyére visszatérjen az acélos ridegség. Ennek semmi köze a bőrszínünkhöz, csak a munkámat végzem. A szemetesbe hajítom a papírtörülközőt, mielőtt az ajtó kilincsért nyúlok. Hát nem szerencsés? Kérdezem. Magának legalább megengedik. Aznap éjjel a konyha ülök, már épp belefeledkeznék a gondolataimba, amikor Edison hoz egy csészeteját. Ezt miért kapom, kicsim? Mosolyodok el. Gondoltam, rád fér. Fáradtnak tűz. Az is vagyok, vallom be. Olyan átkozottul fáradt. Mindketten tudjuk, hogy nem csak a tárgyalásra értem. Edison leül mellém, mire megszorongatom a kezét. Fáraszó neked is, igaz? Folyton bizonygatni, hogy jobb vagy, mint hiszik? Bólint, és tudom, hogy érti, amit mondok. Más a tárgyalás, mint amit a tévé alapján vártam. Hosszabb, mondjuk ki egyszerre. Unalmasabb. Mindketten elnevetjük magunkat. Az egyik szünetben beszéltem azzal Howard arccal, lép tovább, Edison. Nagyon bejön a melója! És kennedy -é. Tetszik, hogy mindenkinek jár egy jó ügyvéd, még akkor is, ha nem tudja megfizetni? Ahogy rám néz, az egész arca egyetlen kérdőjel. Szerinted én jó ügyvéd lennék, Mama? Hát messze okosabb vagy nálam, és Isten a megmondhatója, vitázni is szeretsz. Én cselkedem. Akármihez is kezdesz, Edison, a lehető legjobb leszel benne. Azért vicces. Jegyzi meg. Azt csinálnám szívesen, amit ők, olyanokért dolgoznék, akik nem engedhetik meg a jogi képviseletet. Közben meg az egész életem az ellenkezőjére készített fel. Arra, hogy a vádat képviseljem! Hogy érted? megvonja a vállát. Mindig a vádnak kell bizonyítania feleli Edison. Nem ezt csináljuk egész életünkben? A hó egész éjjel szakad, nem győzik eltakarítani, így az egész világ fehérbe burkolózik. Téli csizmát húzok ugyanazzal a szoknyával, amit egész héten viseltem a blúzt azért lecserélem, és szatyorba teszem a benti cipőmet. A rádióban csak a tanítási szünetről hallani. A busz, amin utazunk, beragad, ezért másik vonalon kell mennünk és kétszer átszállnunk. Ennek köszönhetően öt perces késéssel érünk a bíróságra. Küldtem üzenetet Kennedynek, és tudom, hogy nincs időm hátul besurranni. A fő lépcsőn vár rám, ahol nyomban mikrofonokat dugnak a képembe, és gyilkosnak neveznek. Ahogy Edison átkarol, a melkasához bújva hagyom, hogy élő torlasz emeljen körém. Ha szerencsénk van, Sander bírónak is ki kellett ásni a kocsiát, mormolja. Ilyen időben a tömeg köz... Nem érdekel. Ne adjon támadási felületet a bírónak. Besietünk a tárgyalóterembe, ahol Odett persze ott ül a vád asztalánál, mint aki hajnali hattól türelmesen várakozik. Amennyire tudni lehet, itt is alszik. Amikor Sander bíró görnyet tartással belép, minnyáján felállunk. Munkába jövet belém hajtott valami kretén, amitől teljesen tropára ment a hátam. Szabadkozik. Elnézést a késésért. Minden rendben, bíró úr! aggódik Kennedy. Ne hívjunk orvost! Bármennyire is értékelem az együttérzését, Miss McWhire, úgy vélem jobban örülne, ha inkább maga tehetetlenül feküdnék a kórházban, lehetőleg fájdalomcsillapítás nélkül. Miss Lafton, szólítsa a tanúját, mielőtt elfeledkezem a példamutató kiállásról, és beveszek egy vikodint. A vádmai első tanúja a nyomozó, aki a letartóztatásom után kivallatott. Megdag el, nyomozó! Kezdi Odett, miután pontosítja a nevét és szímét. Hol áll ön alkalmazásban? Az észrendi kapitánságon. Hogyan került kapcsolatba az itt tárgyalt ügyjel? A nyomozó hátradől mint ha lecsordulna a székről, hogy teljesen kitöltse a tanúk padját. Hívás érkezett Mr. bauer akivel közöltem, hogy fáradjon be az örsre, amennyiben feljelentést kíván tenni. Nagyon kétségbe esetnek tűnt. Úgy vélte, hogy a kisfia gondozásával megbízott nővér szándékosan nem végzett el egy életmentő beavatkozást, ami a gyermek halálához vezetett kikérdeztem az orvosi állomány érintett tagjait, valamint több izben találkoztam hatósági orvos szakértővel, és önnel, kisasszony. Kikérdezte a vádlottat is? Igen. Miután készhez kaptam a letartóztatási parancsot, elmentünk Pisz Jeffersonhoz. Bekopogtunk az ajtaján, jól hallhatóan, de ő nem nyitotta ki. Ennél a résznél kis híján felpattanok a helyemről. Howard és Kennedy egyszerre teszi kezét a vállamra, hogy visszanyomjon. Hajnali három óra volt. Nem kopogtak, hanem rám törték az ajtót. Fegyvert szegeztek rám. Füligvörösen hajolok Kennedyhez. Ez hazugság, sziszegen. Eskü alatt hazudik. Csitt! szól rám. Mi történt ezután? kérdezi az ügyész. Senki sem nyitott ajtót. Kennedy ujjai megfeszülnek a vállamon. Felmerült, hogy esetleg megpróbál menekülni a hátsó kiáraton, ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy be kell törnünk az ajtót. Tehát bejutottak és letartóztatták Miss Jeffersont? Igen, bólint a nyomozó. De előtte még utunkat állta egy erős test felépítésű fekete férfi. Ne, mormolom magam elé, mire Howard belém rúg az asszal alatt. Akiről később kiderült, hogy Miss Jefferson fia. Aggódtunk az embereink személyi biztonsága miatt, ezért felületesen átkutattuk a helyiséget is, amíg megbilincseltük Miss Jefferson-t. Felborogatták a bútoraimat. Összetörték a tányérjaimat. Lerángatták a válfákról a ruháimat. Leteperték a fiamat. Tájékoztattam a jogairól, folytatja meg Dag elnyomozó. Majd felolvastam a vádat. Hogyan reagált erre? Elfintorodik. Nem működött együtt. Mi történt ezután? Bevittük az East Endi őrsre. Új lenyomatot vettünk tőle, lefényképeztük és a gyűjtőcellában helyeztük el. Ezután a kollégámmal, Leong nyomozóval kihallgattuk. Ismételten tájékoztattuk, hogy joga van ügyvédet kérni, megtagadni a választ, illetve szabadon úgy dönteni, hogy nem kíván tovább együttműködni. Elmondtuk, hogy az általa elmondottak felhasználhatók ellene a bíróságon. Ezután megkérdeztük, megértette mindent. Szignált minden bekezdést, és azt felelte, hogy igen. Kért a vádott ügyvédet? Akkor még nem. Készséggel ismertette az ő verzióját. Fentartotta, hogy nem nyúlt a csecsemőhöz, amíg le nem adták a vészjelzést. Azt is elismerte, hogy ő és Mr. Bauer hogyan is fogalmazott? Nincsenek egy hullámhosszon. Ezután mi történt? Tudatni kívántuk vele, hogy megértjük a szempontjait. Ha baleset történt, árulja el, akkor a bíróság is belátóbb lesz, végére járhatunk ennek a dolognak, és tovább nevelheti a fiát, de ő bezárkózott, és közölte, hogy nem kíván többet mondani. Megvonja a vállát. Ezért is gondolom, hogy nem volt baleset. Tiltakozom! szólal fel Kennedy. Sander bíró összerezzen, hogy próbál a jegyzőkönyv vezető felé fordulni. Helyt adok! A tanú utolsó jelentését törölje a jegyzőkönyvből. Mégis ott marad a levegőben, mint a neonfény izzása, azután is, hogy kihúzzák a dugót. Negatív nyomást érzek a vállamon. Ráeszmélek, hogy Kennedy ereszt el, mielőtt odalép a tanúhoz. Tehát készhez vette a letartóztatási parancsot? Igen. Felhívta rótot és közölte vele, hogy oda mennek? Megkérte, hogy fáradjon be önként az örsre? Gyilkossági vád esetén nem ez az eljárás. Csóválja a fejét meg Dagell. Mikor kapta meg a letartóztatási parancsot? Délután öt körül. És mikor ért kirút házához? Hajnali három körül. Kennedy olyan pillantást vetett az esküdtekre, mintha azt kérdezzi, Hát nem elképesztő. Volt különösebb oka a késlekedésnek? Célzottan így terveztük. A bűnöldözés egyik alapszabálya, hogy akkor jelenjünk meg, amikor a legkevésbé várják. Ha készületlenül érjük a gyanúsítottat, az mindig felgyorsítja a dolgokat. Amikor bekopogott rót ajtaján, ő pedig nem üdvözölte azonnal kávéval, piskótával és meleg öleléssel, nem lehetséges, hogy ez azért történt, mert hajnali háromkor békésen aludt? Nem nyilatkozhatok a vádlott pihenési szokásairól. A felületes kutatás, amit említett, valójában nem arról szólt, hogy kiürítették a fiókokat és szekrényeket, feldöntötték a bútorokat és minden kezükbe eső tárgyat összetörtek, miközben Miss Jefferson megbrincselt állapotában egyébként sem fért volna semmilyen fegyverhez. Sosem tudhatjuk, milyen fegyver lehet a gyanúsított keze ügyében, hölgyem. Mit tud mondani arról, hogy a földre teperték a fiát, és hátracsavart kézzel bírták rá az engedelmességre? A rendőrök biztonsága érdekében ez a bevet gyakorlat. Nem tudtuk, hogy Miss Jefferson fia. Csak egy nagy darab dühös feketét láttunk, aki láthatóan fezzaklatta magát. Igazán? kérdezi Kennedy. Netán még csukja is volt a fején? Sander bíró törölteti a megjegyzést, és amikor lehuppan mellém, Kennedy épp oly meglepetnek tűnik, mint én. Bocs! mormolja. Valahogy kicsúszott! A bíró mindazonáltal tombolt. Magához szólította a jogi képviselőket. A zajgép ezúttal is meggátolta, hogy halljuk a mondandóját de az arcszíne és a haragtól eltorzult arcvonásai láttán nem úgy tűnt, mintha az ügyvédem képességeit méltatná. Ez az, teszi hozzá Kennedy, amiért a bíróságon sosem hozzuk fel a fai kérdést. Szander bíró úgy dönt, hogy a hátfájása feljogosítja a tárgyalási napkorai lezárására. A hó miatt hosszú időbe telik hazajutni. Amikor Edisonnal végül befordulunk a sarkon, házottak vagyunk és fagyoskodunk. Egy férfi próbálja kiásni az autóját a puszta kezével. Két környékbeli kölyök hógolyózik, egy eltévet lövedék háton találja edizont. Autó áll a házunk előtt. Fekete szedán sofőrrel, ami azért errefelé sem túl gyakori, legalábbis a jél kampuszán túl. Ahogy közelebb érek, nyílik a hátsó ajtó. Egy asszony száll ki rajta. Vastag jacket és bolyhos csizmát visel, arca elvész a rétegek alatt, sapka, sál. Beletelik néhány pillanatba, amíg ráismerek Krisztinára. – Mit keresel itt? – kérdezem őszintén meglepődve. Hosszú évek óta itt lakom, de egyszer sem jött ellátogatóba. Hosszú évek óta itt lakom, de egyszer sem hívtam. Nem mintha szégyelném az otthonomat. Szeretem, ahol élek, ahogy élek. Egyszerűen csak nem bírnám hallgatni, ahogy a maga túláradó módján azt harsogja, mennyire lakályos hely, mennyire meghitt, mennyire rám vall. Az elmúlt két napban ott ültem a bíróságon, valja be, amit megdöbbenéssel hallok. Végignéztem a karzaton, de nem láttam sehol, pedig Kriszina felett nem könnyű elsiklani. Lehúzza a kabátja cipzárját, hogy felfedje kopott flanelingét és budgyos farmerjét, ami a lehető legtávolabb álszokott eleganciájától. Álruhát viseltem, mosolyog szégyenlősen. A vállam felett elnéz Edison felé. Edison, Istenem, amikor utoljára láttalak, akkora sem voltál, mint a mamád. Edison mereven bicszent felé. Miért nem mész be, Edison? Miután megteszi, Krisztina szemébe nézek. Nem értelek. Ha a sajtó megtudja, hogy nálam jártál, akkor közzön velük, hogy forduljanak fel, jelenti ki határozott hangon. Pokolba a kongresszussal megmondtam Lerrinek, hogy eljövök, és erről nem nyitok vitát. Ha bárki kérdezi, mondd csak meg az igazat, hogy mi ketten régről ismerjük egymást. Mit keresel itt, Kristina? Teszem fel újra a kérdést. Írhatott vagy hívhatott volna. Megülhetett volna a tárgyalóteremben, hogy az elkölcsi támaszom legyen. Ehelyett itt vár rám az ajtóm előtt, ki tudja mióta. A barátod vagyok, válaszol csendesen. Hiszed vagy sem, Ruth, ezt csinálják a barátok. Ahogy felnéz rám, könnyeket látok a szemében. Amiket hallottam, amik veled történtek, ahogy rátörték az ajtót és megbilincseltek, ahogy rátámadtak Edisonra, sosem hittem volna. Elhal a hangja. Azután marokra fogja, és gyökerestől kitépi gondolatait, hogy a leggyászosabb, legigazabb kis csokorban nyújtsa felém. Én nem tudtam. Miért is tudtad volna? Nem vagyok dühös, se sértett, csupán tárgyilagos hangon megállapítok egy tényt. Sosem kellett tudnod. Kriszina megtörli a szemét, mivel elkeni a sminkjét. Van egy történetem, amit szerintem még nem hallottál. Sohajt fel! A mamádról van szó. Nagyon rég történt, még főiskolás koromban. Hazajöttem a hálaadási szünetre, és a Tekonik Park megláttam egy stoppost. Fekete férfi volt, mozgássérült, csak mankóval tudott járni, ezért leálltam és megkérdeztem, elvihetem-e. Egészen a pentpályódvarig jött, ahol felszállt a vonatra, hogy meglátogassa a családját Washingtonban. Szorosabbra vonja magának a bátot. Amikor hazaértem, és Lou bejött a szobámba, hogy segítsen kicsomagolni, elmeséltem neki, mit tettem. Azt hittem, büszke lesz rám, amiért ilyen irgalmas szamaritánus vagyok, meg minden. Ha láttad volna rót, hogy felhúzta magát. Esküszöm, még sosem láttam ilyennek. Elkapta a karomat és megrázott, eleinte szólni se tudott a méregtől. Soha, de soha többé ne csináld ezt! Parancsolt rám végül, én pedig annyira megijedtem, hogy mindent megfogadtam. Krisztina a szemembe néz. Ma, ahogy ott ültem a tárgyalóteremben, és hallgattam azt a nyomozót, amint arról beszélt, hogyan tört be hozzád az éjszaka közepén, Bűncselt meg téged, és fogta le edison -t. újra hangját hallottam a fejemben, amikor leszidott, amiért felvettem azt a fekete toppost. Csak azért reagált így, mert megijedt, de ennyi éven át végig azt hittem, hogy csak engem próbált megóvni. Most már tudom, hogy igazából a férfit sodortam veszélybe. Éveken át feltételeztem, hogy Krisztina úgy tekint rám, mint múltjának egyik szereplőjére, akit el kell viselnie. Egy szerencsétlenre, aki segítségre szorul. Gyermekként még egyenlőnek hittem magunkat, ám ahogy idősödtünk, ahogy egyre inkább a köztünk lévő különbségek kerültek előtérbe, nem a hasonlóságok, úgy éreztem, egyre távolabb kerülünk egymástól, mintha éket vernének közénk. Magamban kritizáltam, amiért anélkül ítélkezik felettem és az életem felett, hogy egyenesen nekem tenné fel a kérdéseit. Ő játszotta a dívát, én csak mellékszereplő lehettem a történetében, s közben kényelmesen elfeledkeztem a tényről, hogy én voltam, aki ráhoztatta ezt a szerepet. Krisztinát okoltam, aminket elválasztó láthatatlan falért, amihez magam is hozzáadtam jó néhány téglát. Ott hagytam a pénzt alá törlőd alatt, bukik ki belőlem. Tudom, Bólint Krisztina. A tenyeredre kellett volna ragasztanom. Van egy lépésnyi tér, egy ellentétekkel teli világ Kriszina és közöttem, de azt is tudom, milyen nehéz lefejteni életünkről a külső mázat, lopott pillantást vetni a valóságra. Olyan ez, mint felébredni a szobánkban, felkelni az ágyból, és rászmélni, hogy átrendezzék a bótorokat. Végül megtaláljuk a kiutat, de csak lassan és fájdalmasan, miközben óhatatlanul begyűjtünk néhány sebesülést. Megragadom és megszorítom Krisztina kezét. Miért nem megyünk inkább be? A másnap fagyosan tiszta. A havazás emlékét is eltörölték az utakról, míg a hőmérséklet távol tartja a bíróságtól a tömeg nagyobbik részét. Szander bíró is nyugodtabbnak tűnik, Akár a hátfájására szedett gyógyszerektől, akár a tudattól, hogy nem sokára végez a vád tanúival. Az ügyész ma elsőként az állami orvosszakértőt, doktor Bill Binnit szólítja, aki a híres Henry Lee alatt tanult. Fiatalabb, mint képzeltem, válaszai közben úgy rebdesnek finom kezei, mint az ölében pihentetett, idomított madarak. Külsőre igazi filmsztár, a női esküdtek csüngenek is minden szaván, pedig még csak a szakmai eredményeit sorolja. Mikor hallott először Davis Bauerről, doktor úr? kérdezi ezután az ügyész. Az irodámat telefonon értesítette Corin McCavoy, a Mercy New Heaven kórház nővére. Reagáltak a hívásra? Igen, Miután megkaptuk a csecsemő holt testét, elvégeztük a halott szemlét. Beavatná a bíróságot a részletekbe? Hogy ne? Az esküdtekhez fordul. Külső és belső vizsgálatot egyaránt végeztünk. A külső vizsgálat során bevérzéseket és egyéb külsőrelmi nyomokat keresek. Lemértem a testhozt és a koponya kerületét, lefényképezem a testet. Mintát veszek a vérből és az epéből. Ezután következik maga a boncolás. Y alakú bemetszést ejtek a melkason, hátrafejtem a bőrt, majd megvizsgálom a tüdőt, a szívet, a májat, továbbá a többi belső szervet. Ilyenkor szakadásokat, feltűnő abnormalitásokat keresek. A szerveket egyenként lemérjük. Szövetmintákat veszünk, amelyeket elküldünk toxikológiai elemzésre, majd kivárjuk ennek eredményét, mielőtt megalapozott és tényszerű módon megállapítanánk a halál okát. Milyen említésre méltó eredményekkel járt a boncolás? kérdezi Odett. A máj kissé megnagyobbodott, Emellett mérsékel szívnagyobbodást és a botallóvezeték minimális mértékű nyitottságát tapasztaltuk, de semmilyen más vele született rendellenességet nem láttunk. Sem a szívvillentyűkben, sem a szívkörökben. Ez mit jelent? A máj kicsit nagyobbra nőtt a kelleténél, és volt egy aprójuk a szívben, de ez nem hatott ki a vérkeringésre. Semmi sem utalt szepszisre. A fenti eredmények ismeretében megállapíthatták a halál okát? Nem igazán, feleli a halott kém. Ez inkább ok-okozati ok összefüggésekre vezethető vissza. A páciens-orvosi kartonja alapján például az anyánál terhességi diabéteszt állapítottak meg. Ez mi csoda? A terhesség során az édesanya vércukor szintje felfelé eltért a normális értéktől. Sajnálatos módon az anya magas vércukor szintje kihatással van a gyermekre is. Amennyiben? A diabéteszes anyák gyermekei gyakran nagyobbak a többi kisbabánál. Nagyobb a májuk, a szívük és a mellékveséjük is. Az ilyen csecsemők a szülést követően a vér magasabb inzulin szintje miatt gyakran hipoglikémiások. Az orvosi feljegyzések alapján a páciens születés utáni labor eredménye ugyanolyan alacsony vércukorszintet mutatott, mint amit a vészhelyzet alatt mértek. A halott szemle eredményei és az alacsony vércukorszint egyaránt megfelelt egy olyan újszülöttnek, aki diabészetes anyától született. Mi a helyzet azzal a lyukkal a baba szívében? Elég komolynak hangzik. Igazából nem az. A botalló vezeték a legtöbb esetben magától bezárul. Doktor Binni vet egy pillantást az esküdtekre. A tizenkettes számú, a tanítónő kipirultan legyezgeti magát. Végső soron meg tudták határozni, mi okozta a kis Baba halálát? Nos, ez nem olyan egyszerű, mint a legtöbben hiszik, magyarázza az orvos szakértő. Mi a szakmánkban különbséget teszünk a halál közvetlen oka és a tényleges változások között, melyek az életjelek megszűnését okozzák. Mondjuk, eldördül egy lövés, és valaki meghal. A halál oka ilyenkor a pisztolygolyó ütöttesebb, viszont a halál mechanizmusa, a fiziológiás folyamat, ami az élet megszűnéséhez vezet, az elvérzés, azaz a vérveszteség. A férfi odetről az esküdtek felé fordítja figyelmét. És akkor még ott a halál tényleges oka. Miért következett be? A lövés véletlenül dördült el? Az áldozat öngyilkos lett? Áldozatul esett egy fegyveres támadásnak? Ez kiemelt fontosságú, ha egy olyan tárgyalóteremben beszélünk a halál okáról, mint ez itt. Az ügyész beterjeszt egy újabb bizonyítékot. Amit látni fognak, figyelmezteti odett az esküdteket. Felkavaró lehet az önök számára. Felállít egy álványt rajta a Davis Bauer holtestéről készült fényképpel. Érzem, ahogy a lélegzet a torkomon akad. Azok a pici ujjak, a hurkalábak. A pénis magja még véresen a körülmetéléstől. Ha nem lennének a bevérzések, a bőrkékes elszíneződése akár alhatna is. Elővettem ezt a testet a hűtőből. A karomon tartottam. Ringattam, ahogy a mennybe került. Doktor úr! Kezdi Odett. Elmondaná nekünk, mielőtt befejezhetné, robaj hallatszik a karzat felől. Mind arra felé pördülünk, hogy lássuk, amint Britanni Bauer eszelős tekintettel felemelkedik. A férje mellette áll, a vállára helyezi kezét. Nehéz megmondani, hogy vissza akarja -e tartani a feleségét, vagy csak álló helyzetben megtámasztani. Engedj! sikít fel a nő. Hazott a fiam! Sander bíró lesújt a kalapácsával. Rendet! követeli, bár nem túl indulatosan. Hasszonyom, kérem, üljön vissza! Britanni azonban rám mutat reszkető ujjával. Mintha sokkolót irányítana rám, az áram végig cikázik a csontjaimban. Megölted a gyerekemet, te ribanc? Ahogy botladozva felé indul, annyira gyűlöletének bűvkörébe von, hogy meg sem otszanog. Ezért megfizetsz, ha beledöglök akkor is! Kennedy a bíróhoz folyamodik, aki újra lesújt és szólítja a teremőrt. Britanni Bauert az apja is próbálja lenyugtatni, mint hiába. Döbbent sok dolódzás kíséri, ahogy kivezetik a teremből. Férje megkövülten örlődik, hogy megnyugtassa-e, vagy maradjon a tanúvallomásra. Végül elfordul, és futva a két szárnyú ajtó felé indul. Miután a bíró újra rendet parancsol, mind előre fordulunk, hogy szembesüljünk a halott csecsemő óriás plakátjával. Az egyik esköt könnyekben tör ki, két másik siet megnyugtatni, míg végül Sander bíró szünetet rendel el. Kennedy lassan kifújja mellettem a levegőt. Bassza meg! Hallom. Tizenöt perccel később Britanni és Törk leszámítva mindenki visszatér a terembe. A hiányuk még ordítóbb, mint a jelenlétük, a negatív tér szüntelenül emlékeztet rá, Miért kellett megszakítani a tárgyalást? Odett minden létező szögből megmutatja a kisbaba tetemét, közben elmagyaráztatja a tanúval a különféle vizsgálati eredményeket, a szabvány értékeket és az azoktól való eltéréseket. Végül felteszi a kérdést. Meg tudták állapítani Davis Bauer halálának okát? Dr. Binni Bólint Davis Bauer esetében a halál oka hipoglikémia, ami hipoglikémiásokhoz, majd a légzés és a vérkeringés leállásához vezetett. Más megfogalmazásban az alacsony vércukorszinttől a kisbaba sokkos állapotba került, nem lélegzett, azután a szíve is leállt. A halál közvetlen oka fulladás. A tényleges ok nem ismert. Nem ismert! Kapja fel a fejét Odett. Ez azt jelenti, hogy a vádlott tetteinek semmi köze nem volt a kisbaba halálához? Távolról sem. Ez csupán azt jelenti, hogy tudományos bizonyossággal nem állapítható meg, erőszakos vagy természetes halált halt-e. Hogyan jutott erre a következtetésre? Természetesen elolvastam az orvosi feljegyzéseket, valamint a rendőrségi jelentést, illetve az ebben szereplő részleteket. Úgy, mint Mr. Bauer elmondta a rendőröknek, hogy Ruth Jefferson agresszíven ütötte a fia melkasát. A szecsont környékén talált bevérzések alátámasztották ezt az állítást. Más is szerepelt a rendőrségi jelentésben, ami arra indította, hogy ezt a következtetést vonja le a saját jelentésében? Több szemtanú vallomása alapján arra lehet következtetni, hogy a vádlott nem tett erőfeszítéseket a kisbaba újjáélesztésére, amíg az orvosi személyzet többi tagja meg nem érkezett. A boncolás eredménye szempontjából miért fontos ez? A halál tényleges oka miatt, felel Doktor Binni. Nem tudom, mennyi ideig küzdött az újszülött légzési zavarokkal. Ha a légzést korábban sikerült volna újraindítani, talán nem kerül sor a szívreállásra. Az esküdtekre néz. Ha a vádlott előbb cselekszik, most talán egyikünknek sem kéne itt lenni. Öné a tanú, jelez Odett. Kennedy felemelkedik. Doktor úr, olvasott a rendőrségi jelentésben bármit, ami rossz hiszeműségre vagy szándékosságra utalt volna? Nos, említettem a bevérzéseket. Valóban, de nem lehetséges, hogy ezek a bevérzések a kitartó és orvosi szempontból elengedhetetlenül fontos újjáélesztés során keletkeztek? De igen, engedi meg. Nem lehetséges olyan helyzet, ami túl a rossz hiszeműségen és szándékosságon szintén a kisbaba halálához vezethetett? De igen, lehetséges. Kennedy megkéri, hogy tekintse át a korábban bizonyítéknak beterjesztett új szűrővizsgálat eredményét. Vet egy pillantást a 42-es számú tárgyi bizonyítékra, doktor úr? Doktor Binni elveszi a mappát és belelapoz. Elmondaná az esködteknek, hogy mit lát? Felnéz. Davis Bauer újszölött kori szűrővizsgálatának eredményét. Birtokában volt ezeknek az adatoknak, amikor végrehajtotta a halott szemlét? Nem voltam. Ön abban az állami laborban dolgozik, ahol ezeket a vizsgálatokat végrehajtották, jól tudom? Igen. Elmagyarázná az első oldalon kiemelt részt? Ez egy teszt az MCADD-ként ismert lebontási rendellenesség kiszűrésére. Az eredmények abnormálisak. Vagyis? Az állam elküldi az eredményeket a szülészetnek, ahol az orvosoknak haladéktalanul tudomást kell szerezzük róluk. Az MCADD-ben szenvedő csecsemőknél születéstől felismerhetők a tünetek? Nem. Rázza a fejét az orvos szakértő. Nem. Ez az egyik ok, amiért Connecticut államban kötelező a szűrés. Doktor Binni, ön tudatában volt annak, hogy a csecsemő anyja terhességi diabéteses, és hogy a gyermeknek emiatt túlságosan alacsony a vércukorszintje, jól mondom? Igen. Ön korábban azt állította, hogy ez a diabétesz okozza a gyermeknél a hipoglikémiát, igaz? Igen, a halott szemle idején erre a következtetésre jutottam. Nem lehetséges ugyanakkor, hogy az MCADD is kiválthatta a hipoglikémiát? A férfi bólint. De igen. Nem lehetséges, hogy az újszülött bágyadságát, kedvetlenségét és rossz étvágyát az MCADD okozza? Kérdezi Kennedy. De igen. Ismerje el a tanú. Hogy a szívnagyobbodás nem csupán az anyaterhességi diabéteszének lehet potenciális mellékhatása, de ennek a súlyos anyagcserezavarnak is? De igen. Doktor Binni, értesült ön a kórházi feljegyzésekből arról, hogy Davis Bauernek MCADD-je van? Nem. Amennyiben ezek az eredmények időben rendelkezésre állnak, ön felhasználhatta volna őket a halott szemle során a halál közvetlen és tényleges okának meghatározásában? Természetesen, Bólint a tanú. Mi történik egy újszülöttel, ha ezzel a rendellenességgel jön a világra, de nem ismerik fel időben? Klinikailag általában tünetmentes amíg nem történik valami, ami metabolikus rekompenzációt idéz elő. Úgy, mint? Egy betegség. Fertőzés. Megköszörüli a torkát. Ételmegvonás. Ételmegvonás? Ismétli lassan Kennedy. Mint amikor a körülmetélés előtt nem adnak enni a kisbabának? Igen mi történik egy kisbabával, ha nem ismerik fel az MCADD-t, és elszenvedi a fenti akut események valamelyikét. A tünet lehet görcs, hányás, letargia, hipoglikémia, kóma. Az esetek nagyjából 20%-ában a páciens meghal. Kennedy az esküdtekhez lép, és hátat fordít nekik, hogy velük együtt nézzen a tanúra. Doktor úr, ha Davis Bauernek MCADD-je volt, de a kórházból senki sem tudott erről, ezért a szabályzat értelmében semmit sem fogyaszthatott a körülmetélését megelőző három órában, mintha olyan csecsemő lenne, akinek nincs ez a rendellenessége, és ennek következtében akut anyagcserezavar lépett fel. Nos, ez esetben nem lehetséges hogy Davis Bauer akkor is halott lenne, ha Ruth Jefferson minden elképzelhető orvosi beavatkozással megpróbálkozik? A hatósági orvos szakértő rám néz, miközben tekintete bocsánat kérően ellágyul. De igen, ismeri el. Istenem, Istenem, Istenem. A terem egész légköre nagyon megváltozik. A karzatra olyan némaság hull, hogy a ruhák suhagását is hallani. Törk és britanni még nem tért vissza, és a távollétükben létükben szárba szökik a remény. Howard elégedetten bólogat mellettem. Nincs több kérdésem, bíró úr. Ahogy visszatér a védelem asztalához, Kennedy rám kacsint, én megmondtam. Önbizalmam rövid életűnek bizonyul. Szeretnék kérdést intézni a tanúhoz, jelenti be Odett, mielőtt doktor Binnit elbocsátanák. Tegyük fel, doktor úr, hogy a szűrővizsgálat eredménye időben megérkezik a szülészetre. Mi történt volna akkor? Vannak rendellenességek, amelyekre levélben hívjuk fel a szülők figyelmét, és genetikai szaktanácsadást javasolunk. Feleli a hatósági orvos szakértő. Ezt azonban bármely neonatológus vészhelyzetnek tekinteni. Ha kisbabát ilyenkor állandó megfigyelés alatt tartanánk, és vizsgálatoknak vetnénk alá, hogy igazoljuk a diagnózist. Esetleg elküldenénk a családot egy anyagcserezavarokkal foglalkozó szakklinikára. Igaz az, doktor úr, hogy sok MCAD és csecsemőt hetekig, sőt hónapokig sem diagnosztizálnak hivatalosan? Igaz, volt a férfi Attól függ, milyen gyorsan kapjuk meg a szülőktől a beleegyezést.-A beleegyezést ismérti odett. Vagyis az új koris szűrővizsgálat abnormális eredménye még nem a végleges diagnózis Nem. Davis Bauer-en végeztek további szűrővizsgálatokat?- Nem Felel doktor Binni. Nem volt rá esélyünk. Vagyis minden kétséget kizáró tudományos bizonyossággal nem jelenthetjük ki, hogy Davis Bauernek MCA-DD-je volt. Dr. Binni habozik egy pillanatig. Nem. Ahogy minden kétséget kizáró tudományos bizonyossággal azt sem jelenthetjük ki, hogy David Bauer halálát anyagcserezavar okozza százszázalékos bizonyossággal nem. Tehát a vádlott és jogi képviselői valójában csak belekapaszkodnak egy szalmaszálba, amikor kétségbe esett igyekezettel próbálják más irányba terelni a bizonyítási eljárást, csak hogy elhallgassák a tényt, miszerint Ruth Jefferson szándékosan kárt egy ártatlan újszülöttben, előbb az életmentő kezelés megtagadásával, majd olyan erőszakos mozdulatokkal, melyek bevérzéseket hagytak a parányi testen. Tiltakozom! Bömbölt Kennedy. Visszavonom! Vágja rá Odett, de már mindegy. Az esküdtek által hallott utolsó szavak lehetnek a golyók, amelyek lelövik léggömbé dagadt derülátásom. Aznap este Edison magacsul hallgat hazafelé. Azt mondja, fejfájás gyötri, de alig lépünk be az ajtón, és kezdek vacsorát készíteni. Már is kabátban tér vissza a nappaliba, hogy közölje, ki kell szellőztetnie a fejét. Nem állítom meg. Hogyan is tehetném? Hogyan is felettethetném vele mindazt, amin keresztül kell mennie, miközben árnyékként ül mögöttem és végig hallgatja, ahogy próbálnak olyannak beállítani, ami ennek sosem gondolt volna? Magamban eszem, de igazából csak piszkálgatom az ételt. A maradékra fóliát borítok, majd a konyhahasználnál ülve várom Edizont. Azt mondogatom magamban, majd eszem, ha visszatér. Eltelik egy óra, kettő. Már éjfél elmúlt, de még nem jön. Az üzeneteimre se válaszol, amíg végül akaromra hajtom fejem. Azon kapom magam, hogy a kórházi kenguru szobára gondolok. Onnan kapta nem hivatalos nevét, hogy a falfestmény ezt az erszényest ábrázolja? Ide tesszük az édesanyákat, akik elvesztik a babájukat. Ha őszinte akarok lenni, mindig is utáltam ezt a szót elvesztik. Azok az édesanyák pontosan tudják, hol a kis babájuk. Szó szerint bármit megtennének. Bármit odaadnának, akár a saját életüket is, csak visszakapják őket. A kenguru szobában a szülők annyi időt tölthetnek a halott csecsemőjükkel, amennyit csak akarnak. Biztosan Törk és Britanni Bauer is járt itt. Sarokszoba, közvetlenül a főnővér irodája mellett, amit szánszándékkal elkülönítettek a szülőszobáktól, mintha a gyász fertőző lenne. Az elszigeteltség azt is jelenti, hogy a szülőknek nem kell elhaladniuk a többi szoba mellett, ahol csupa egészséges kisbaba és kis mama fekszik. Nem kell hallaniuk az újszülöttek sírását, amikor az övék már is elhagyta-e világot. A kenguru szobában helyezzük el azokat a szülés előtt álló kismamákat is, akik az ultrahang alapján tudják, hogy a gyermekük nem maradhat életben vagy azokat, akiknél valami durva rendellenesség miatt egy késői időpontban kell megszakítani a terhességet. Vagy azokat, akik világra hozták életképtelen magzatukat, hogy egyszerre éljék át a létező legfelemelőbb pillanatot és a legszörnyűbb lidércnyomást. A nővérként engem osztottak be a páciens mellé, gipszlenyomatot készítettem az elhunyt kisbaba tenyeréről vagy haj, mint vettem. Profi fotóst hívtam, aki tudta, hogyan készítsen fényképet az elhunytról, majd retusálja úgy, hogy gyönyörűnek és elevennek tűnjék. Mindent betettem egy emlékdobozba, hogy a szülőknek ne kelljen üres kézzel távozniuk a kórházból. Az utolsó páciensemet, aki használta a kenguruszobát, Jaunnak hívták. A férje éppen doktorát a jélen, ő maga építész volt. Egész terhessége alatt túl sok magzatvizet termelt, ezért hetente be kellett jönnie amniocentézisre, hogy megvizsgálják a magzatot és leszívják a felesteget. A nagyságrendek érzékeltetésére egyik éjjel négy liter magzatvizet szívtam le, ami nyilvánvalóan nem normális és még kevésbé egészséges. Megkérdeztem az orvost, mi lehet ez, hiányzik a magzat nyelő csöve? Amikben a baba lenyeli a magzatvizet, vagyis ha túl sok gyűlik fel belőle, akkor ez nem történik meg. Csak hogy az ultrahang nem mutatott semmit, így senki sem tudta meggyőzni Jaót, hogy ez komoly gond. Ő biztosan tudta, hogy a babával minden rendben. Amikor egy napon bejött a babánál ödémát találtunk, víz gyűlt fel a bőre alatt. Jó, egy hetet töltött bent, azután az orvosa megpróbálta beindítani a szülést, de a baba ezt rosszul törte, így végül császármetszés lett a vége. Mint kiderült, a kisbabának pulmonális hipopláziája volt, egyszerűen nem fejlődött ki a tüdeje szülés után az anyja karja között halt meg, felpüffetten, mintha májva cukrokból rakták volna össze. Jiao a kenguru szobába került, s mint oly sok anya, akinek el kellett fogadnia, hogy a kis babája nem marad életben, ő is katatonná vált. Ugyanakkor ellentétben a többi anyával nem sírt és nem akarta látni a babát, mintha az elméjében őrizne egy képet az ő tökéletes kisfiáról, és nem érné be kevesebb bele. A férje próbálta elérni, hogy fogja meg a babát, az anyja próbálta elérni, hogy fogja meg a babát, az orvosa próbálta elérni, hogy fogja meg a babát. Végül nyolc óra katatónia után meleg takaróba bugyoláltam a kicsit, és sapkát húztam a fejébe, úgy vittem vissza a jó szobájába. Jó, szólítottam meg. Nem segítene nekem a fürdetésben? Jó, nem felelt. Vetettem egy pillantást a férjére, szerencsétlen férjére, aki visszatúan bólogatott. Megtöltöttem a kádat meleg vízzel, és elővettem egy maroknyi törlőkendőt. Jó, ágyának végében gyengéden kicsomagoltam a babát. A meleg vízbe mártottam egy kendőt, hogy végig szaladjak vele hurkalábain, kéklő karjain. Megtörölgettem a felpüffet arcot, a merev ujjakat. Azután átadtam Iaónak a nedves ruhát. Szó szerint a tenyerébe nyomtam. Nem tudom, a víz térítette-e magához a kábultságból, de miközben a kezemmel irányítottam a mozdulatait, végig törölgette a baba minden ráncát és hurkáját. Bebugyulálta őt a takaróba. A melkasához szorította. Végül olyan fájdalmas zokogással, mintha önmagából tép neki egy darabot, visszaadta nekem. Sikerült megőriznem az önuralmam, amíg kivittem a csecsemőt a kenguru szobából. Azután, ahogy Jó beleomlott a férje karjába, én is elvesztettem a fonalat. Nem tehettem semmit, Végig zokogtam az utat egész a hullaházig, és amikor odaértem, én sem engedtem el könnyebb szívvel a babát, mint az édesanyja. Kulcs fordul a zárban, mielőtt Edison besurranna. Szeme hozzászokik a sötéthez, lopakodik, mert arra számít, hogy már alszom. Ehelyett tiszta hangon kimondom nevét a konyhaasztalnál. Miért nem alszol? Hőköl hátra. Miért nem vagy itthon? Tisztán látom, egy árny az árnyak között. Egyedül voltam, csak sétáltam egyet. Hat órán át bukik ki belőlem. Igen, hat órán át, fortyan fel Edison. Miért nem szereltetsz rám nyomkövetőt, ha ennyire nem bízol bennem? Benned bízom, fogalmazok óvatosan. A világban nem vagyok olyan biztos. Megállok, amíg csak centik választanak el minket. Minden anya aggódik, de egy fekete anyának kicsit többet kell aggódnia. A séta is lehet veszélyes. A létezés is lehet veszélyes, ha rosszkor vagy rossz helyen. Nem vagyok ostoba. Mindenkinél jobban tudom. Épp ez a gond. Elég okos vagy, hogy ez egy ürügy legyen olyanok számára, akik nem azok. Kétkedésre adsz okot, ahogy mások nem. Te ettől vagy te, eszesz rendkívülivé, de muszáj jobban vigyáznod magadra. Talán már nem sokáig leszek melletted. A mondat önmagától bomlik ki, támad életre. Talán itt kell, hogy hagyjalak. Látom, hogy az Ádám csutkája felugrik majd vissza. Tudom, hogy neki is ez jár a fejében. Elképzelem a New Heaven utcáit rója, de hiába próbál távol kerülni a ténytől, hogy nem sokára vége a tárgyalásnak. és akkor minden megváltozik. Mama! Szólal meg erőtlen hangon. Mit kéne tennem? Egy pillanatig próbálom eldönteni, hogyan sűrítsem a válaszba egy élet tapasztalatait. Azután fénylő tekintettel a szemébe nézek. Élj! Edison elhúzódik tőlem. Egy pillanattal később becsapódik az ajtaja. A zene összemos minden hangot, amit hiába próbálok kivenni. Azt hiszem, már tudom, miért hívják azt a helyiséget kenguru szobának. Ha többé nincs velünk a gyermekünk, örökre magunkkal hordozzuk. Amikor egy szülőt elszakítanak a gyermekétől, a szoba akkora lesz, hogy belefér az egész világ. A mama temetésén a legjobb kabátom zsebébe dugtam egy marék hideg földet a sírjából. Néha idebent a házban is felveszem azt a kabátot, csak úgy. Újjaim között szűröm át a földet, görcsösen öklömbe szorítom. Edison vajon mit fog megőrizni belőlem? Törk Két kezembe fogom brit arcát, hogy egymáshoz érintsem a homlokunkat. Lélegezz! Ismétlem! Gondolj Bécsre! Egyikünk se járt soha Bécsben, de Brit az ócskásnál talált róla egy régi képet, amit felakasztott a szobánkban. A csicsás város házáról készült, előtte a térrel, ahol hemzsegnek a járókelők és a totyogó kisgyerekeket kézen vezető anyukák, valamennyien fehérek. Mindig azt terveztük, hogy egyszer összesbórolunk annyi pénzt, amiből eljuthatunk oda. Amikor brit lázasan készülődött a szülésre, a Bécsben állapodtunk meg, mint titkos jelszóban, ha túlságosan elragadná a hív. Nem kerüli el a figyelmem, hogy ugyanazzal szóval próbálom lenyugtatni, amit a vajúdás közben használtam, csak most azért ismételgetem, hogy ne lássa maga előtt a halott fiunk képét. Hirtelen kitárul a tárgyaló ajtaja. Az ügyésznő lép be rajta. Ezt jól csinálta? Az esküdtek szeretik, ha a gyászoló anya uralkodni magán, de fenyegetőzni a bíróságon? Nem túl bölcs dolog. Britnél elszakad a cérna. Ellöki magát, és odaáll az ügyész elé. Én nem színészkedem, közdi veszedelmes lágy hangon és te nem fogod megmondani nekem, mi a jó ötlet, te szakadt ribansz? Megragadom a karját. Miért nem szeded ráncba magad, bébi? Ezt majd én elintézem. Britnek a szemesebben. Falként tornyosul Odette Lauton elé, akár egy alfa hím, amíg rá nem bír egy korcsot a meghunyászkodásra. Azután hirtelen megpördül, elrohan és bevágja maga mögött az ajtót. Már az is valami, hogy Brittel bent lehettünk a teremben, még ha tanúskodni is fogunk. Volt ezzel kapcsolatban egy meghallgatás, mielőtt elkezdődött a tárgyalás. Az a rohat kirendelt védő azt hitte, távol tarthat minket, ha indítványozza a tanúk elkülönítését, de a bíró úgy döntött, jogunk van bent lenni, Mégiscsak mi vagyunk Davis szülei. Az ügyész csak nem akart okot adni, hogy felülvizsgálja a döntését. Beszélnünk kell, Mr. Bauer! Sóhajt fel az ügyész. Karba teszem a kezem. Miért nem inkább azt csinálja, ami a dolga lenne? Megnyerni a pert? Nem olyan könnyű, miközben a felesége nyíltan fenyegetőzik, és erőszakos gonosztevőt játszik gyászoló anya helyett. A szememben néz. Nem hívhatom be tanulnak. Mi? Hördülök fel. De hát ezt gyakoroltuk amióta. Akkor sem bízom benne. Közli tárgyilagos hangon. A felesége elszabadult hajóágyú. Nem akarom, hogy mindent tönkre tegyen. Az esküdteknek Davis anyjától kell hallaniuk. Nem, ha nem tudom garantálni, hogy nem intéz rasszista kirohanást a vádlott ellen. Hűvös tekintettel végigmér. Ön és a felesége viszolgásra készlet, Mr. Bauer, engem és mindenki mást, aki úgy néz ki, mint én. Őszintén szólva nem érdekel a sorsuk, viszont én vagyok a legjobb esélyük. Az egyetlen esélyük, hogy igazságot szolgáltassanak a fiúknak. Tehát nem csak azt mondom meg, mi jó ötlet és mi nem, de én osztom a lapokat is. És én azt mondom, hogy a feleségének nem osztok lapot. Ha nem tanúskodik, a bíró és az esküdszék azt fogja hinni, hogy valami nem stimmel. A bíró és az esküdszék azt fogja hinni, hogy teljesen magába omlott. Tanulnak pedig ott lesz maga. Ez azt jelenti, hogy én kevésbé szerettem davis -t. A gyászom nem elég mély, mert még képes vagyok lakatot tenni a számra, nem úgy, mint Brit. Hallotta, amikor a védelem tegnap előállt az elmélettel, hogy a súlyos anyagcsere zavarban szenvedett, amit nem diagnosztizáltak? amikor a gyerekgyógyász tanúskodott. A szakzsargomból nem sokat értettem, de a lényeget kihámoztam. Ja, legyintek. Erőtlen próbálkozás. Nem egészen. Amíg távol volt, a hatósági orvos szakértő megerősítette az eredményeket. Davis szűrővizsgálata kimutatta az MCADD-t. Tőlem telhetően igyekeztem ellensúlyozni ezt a tényt, de a védelem elültette a kétkedés magvát, ami már gyökeret is vert, e a kisfiánál egy potenciálisan halálos rendellenességet diagnosztizáltak, csak a vizsgálat eredményei túl későn érkeztek meg. Ha ez nem így történik, Davis még most is élne. Érzem, ahogy a térdeme megadja magát. Nehézkesen leragyok az asztalra. Ha kisfiam halálos beteg volt, és nem is tudtunk róla, hogyan nézhette be ennyire a kórház? Ez olyan véletlenszerű, olyan céltalan. Az ügyész megérinti a karomat. Nem tehetek róla, de összerezzenek. Ne csinálja ezt! Ne tévedjen el a saját fejében! Csak azért mondtam el, hogy ne lepődjön meg, ha majd erről kérdezik. Kennedy McQuire csupán egy lehetséges diagnózist talált, amit soha nem erősítettek meg. Davis nem kezelték, tehát a védelem ezzel az erővel azt is mondhatná, hogy a fia felnőttként szívbeteg lett volna, csak mert megvolt rá a genetikai hajlama. Ez még nem jelenti azt, hogy valaha is bekövetkezett volna. Nagyapára gondolok, akit egyik pillanatról a másikra vitt el a szívroham. Azért mondom el ezt, mert amikor visszamegyünk oda, a tanúk padjára fogom szólítani, maga pedig azokat a válaszokat adja, amiket elpróbáltunk az irodában. Ne felejtse el, ezen a tárgyaláson nincs helye annak, hogy mi lett volna, ha. Valami nem csak megtörténhetett, de meg is történt. Valóban megtörtént. A kisfia halott. Bólintok. Valaki meghalt. Valakinek fizetnie kell. Esköszik, hogy az igazat mondja? Újjaim megfeszülnek a bőrkötésű biblián. Már szoktam olvasni, de az esküről eszembe jut Bazi Ájk még a börtönidőkből és Twinki. Sokat gondolok rá, ha őszinte akarok lenni. Elképzelem, ahogy kint van. Talán falja a spagetti konzerveket, ami után úgy csorgatta a nyálát. Mi lenne, ha összefutnánk az utcán, a Starbucksnál? Megölelnénk egymást? Vagy úgy viselkednénk, mint két idegen? Tudta, ki vagyok odakint, ahogy én is tudtam, ő kicsoda, de a börtönben minden más. Amit idekint megtanultam, odabent nem élt meg. Ha egy egymás útjait, még mindig Twinkie lenne a számomra? Vagy csak egy újabb nigger? Brit végre visszatér a terembe, az oldalán fenszízzel. Amikor nedves és kipirult arccal bejött a mosdóból, azt hazudtam, hogy megmondtam az ügyésznek, senki se szólhat bele, hogyan gyászoljon a feleségem. Meg, hogy nem tudnám elviselni, ha újra magába omlana, ezért lebeszéltem róla, hogy a tanúk padjára öltesse. Megmondtam neki, hogy szeretem és szenvedek attól, ha szenvedni látom. Bevette. Esküszik, hogy az igazat mondja? Mr. Bauer, kezdi az ügyész. Davis volt az első közös gyermekük a feleségével Britannival? A veríték kiüt a hátomon. Érzem, ahogyan az esküdtek a tetovált horok keresztre merednek, még azok is, akik úgy tesznek, mintha meg se látnák. Ujjaim rágörbülnek a szék karfájára. Megnyugtatóan sima és kemény. Tömör. Fegyver. Igen, izgatottan vártuk. Tudták, hogy fiú lesz? Nem, rázom a fejem meglepetésnek szántuk. Akadtak komplikációk a terhesség alatt? A feleségemnek terhességi diabétesze volt. A doki azt mondta, nem nagy ügy, amíg rendesen figyel az étrendjére. Így is tett. Ugyanúgy vágyott egy egészséges gyermekre, mint én. Mi a helyzet a szüléssel, Mr. Bauer? Ott is akadtak komplikációk? Nem, minden simán ment, de ezt csak a magam nevében mondhatom. Én a könnyebbik végét fogtam. Az esküt hölgyek elmosódnak, ahogy az ügyész előre megmondta. Csak el kell hitetnem velük, hogy ugyanolyan vagyok, mint bármelyik apa. Hol szült a felesége? A Mercy West Heaven kórházban. Miután megszületett a kisfia, Davis, ön is a karjába vette, Mr. Bauer? Igen. Amikor elpróbáltuk ezt az irodában, mintha csak egy szerepet tanulnánk be, az ügyész azt mondta, hatásosabb lenne, ha könnyek szöknének a szemembe. Megmondtam neki, hogy kurvára nem tudok parancsra sírni, de ahogy most visszagondolok Davis születésére, mégis elszorul a torkom. Hát nem őrület? Annyira szeretni valakit, hogy új életet teremtsünk vele? Mintha összedörzsölnénk két fadarabot, hogy szikrát csiholjunk, valami elevent és sziporkázót, ami egy perccel korábban még nem létezett. Emlékszem Davis rugdalózó lábára, tenyerembe simuló apró fejére, arra a viharos tekintetre, ahogy próbált kiismerni. Még életemben nem éreztem ilyet. Eltérek a forgatókönyvtől, de nem érdekel. Azt hittem, hazugság, hogy valaki az első pillanatban beleszeret egy kis babába, de így van. Olyan volt, mintha az arcában előre láttam volna az egész jövőmet. Ismerte az orvosi személyzet bármely tagját, mielőtt az adott kórházba kerültek? Nem, Brit nőgyógyásza itt dolgozott, szóval lefutott ügy volt. Kellemes tapasztalatai voltak ezzel a kórházzal kapcsolatban, Mr. Bauer? Nem, jelentem ki határozottan. Nem voltak. Az első pillanattól kezdve így érezte, amikor felvették a feleségét? Nem, azzal minden rendben ment. Még a szüléssel is. Az ügyész elindult az esküdtek felé. Mikor változtak meg a dolgok? Amikor lejárt a nővérünk műszakja, és egy másik ápoló jött helyette. Egy fekete. Az ügyész megköszörüli a torkát. Miért okozott ez gondot, Mr. Bauer? Önkéntelenül felemelem a kezem, és végig simítok tetovált fejbőrömön. Mert én hiszek a fehér faj felsőbbrendűségében. Némely esküt még áthatóbban, még kíváncsibban méreget. Többen a fejüket csóválják, mások lesütik a szemüket. Önt tehát a fehér felsőbbrendűség híve, állapítja meg az ügyész. Az a véleménye, hogy a feketék, mint én is, egy alantasabb emberfajhoz tartoznak. Nem fekete ellenes vagyok, tisztázom. Hanem fehér párti. Tisztában van azzal, hogy nem kevesen vannak a világon, sőt, itt a teremben is, akik sértőnek találják a meggyőződését? A kórházaknak viszont el kell látniuk minden pácienst, még azokat is, akiknek az eszmével nem rokon szemveznek. Ha egy iskolai lövöldöző megsérül, miközben rendőrök próbálják kiiktatni és beszállítják a sürgőségire, az orvosok ugyanúgy próbálják megmenteni az életét, még ha előtte meg is öt tucatnyi más embert. Tudom, hogy az az életforma, amit a feleségemmel választottunk, sokak számára idegen, de az a nagyszerű ebben az országban, hogy mindenkinek jogában áll abban hinni, amiben csak akar. Mit tett, amikor megtudta, hogy egy fekete nővér fog gondoskodni az újszülött fiáról? Kérelmeztem, hogy ne nyúlhasson a kisbabámhoz. Az afroamerikai nővér, akiről beszél, most is itt van a teremben? Igen. Ruth Jeffersonra mutatok. Olyan, mintha már ettől összezsugorodna. Legalábbis ezt akarom hinni kinél kérem a változtatást? A főnővérnél, felelem. Méri Malonnál. Mi történt e beszélgetés eredményeként? Nem tudom, de a nővért máshová helyezték. Később a vádlott mégis kapcsolatba került a fiával? Bólintok. Davis körülmetélték. Úgy volt, hogy nem nagy ügy. Elviszik a csecsemőszobába, majd visszahozzák, amint végeztek. Utána már csak arra lettem figyelmes, hogy elszabadul a pokol. Emberek kiáltoztak segítségért, kocsikat toltak a folyosón, mindenki a csecsemőszoba felé tartott. A kölyköm is ott volt, és. Azt hiszem, brittel mindketten tudtuk. Odaértünk a szobába, ahol egy csomóan állták körül a kisfiamat, és az a nő, rámelte a kezét. Nyelek egyet. Bántotta. Olyan erővel ütötte a melkasát, mintha be akarná zúzni. Tiltakozom! szólal fel az ügyvéd. A bíró lebigyeszi az ajkát. Helyt adok! Hogyan reagált ön, Mr. Bauer? Szólni se tudtam. Brittel tisztára sokkot kaptunk. Hiszen előtte azt mondták, hogy ez a beavatkozás semmiség. Aznap délután kellett volna hazamennünk. Az agyunk egyszerűen nem tudta feldolgozni a látottakat. Ezután mi történt? Ráeszmélek, hogy az összes esküttűkön ül. Minden arc felén fordul. A doktorok és a nővérek mindenki úgy kapkodott, hogy már azt se tudtuk, melyik kész kié. Azután megjött a gyerekgyógyász, dr. Atkins. Egy ideig ő is próbálkozott, azután közölte, hogy... hogy nincs mit tenni. A szavak háromdimenziósá válnak, filmé, amiről nem tudom elfordítani a tekintetem. A gyerekkorvos az órájára néz. A többiek feltartott kézzel hátralépnek, mintha valaki pisztolyt szegezne rájuk. A fiam túlságosan is mozdulatlan. Zokogás bugyog fel belőlem. Görcsösen markolom a szék karfáját. Ha elereztem, az öklömet ereztem szabadon. Keresek valakit, akit megbüntethetek. Felnézek, hogy egyetlen pillanatra látni engedjem, milyen üres vagyok belül. Azt mondta, a kisfiam meghalt. Odat Lauton felém indul egy doboz zsebkendővel. Leteszi a minket elválasztó korlátra, mégsem nyúlok érte. Csak annak örülök, hogy brittek nem kell végigcsinálnia ezt. Nem akarom, hogy még egyszer át kelljen élnie azt a pillanatot. Mi következett ezután? Nem engedhettem, hogy feladják. A szavak, mintha üvegből lennének. Ha ők nem tudták megmenteni, majd én. Oda léptem a szemeteshez, és kivettem a lélegeztetőt, amit Davison használtak. Próbáltam kitalálni, hogyan kössem be. Nem mondhattam le a kölykömről. Újra hallom az éles jajveszékelést, amit jól ismerek azokból a hetekből, amikor Brit még az ágyból se kelt fel összehúzza magát a helyén, mintha emberi kérdőjel lenne, mintha egész testével azt kérdezné, miért történt ez velünk. Mr. Bauer, vonja magára az ügyész újra a figyelmem. Némelyek talán úgy gondolják, hogy ön, mint a fehér felsőbbrendűség híve, az egészet saját maga idézte elő, amikor kérelmezte, hogy egy afroamerikai ápolónő ne érhessen a fiához. Talán mindenért önt hibáztatják. Mit felel erre? Veszek egy nagy levegőt. Én csak azt akartam, hogy a fiam a lehető legjobb esélyt kapja az életben. Ettől már a fehér felsőbbrendűség híve vagyok? Teszem fel a kérdést. Vagy csak egy aggódó apa? A szünetben odett alaposan kioktat. Az ő dolga az, hogy meggyűlöltesse magát az esküdtekkel. Ez bizonyos mértékig hasznos, mert megerősíti a nővér indítékát, de csak egy bizonyos mértékig. A maga dolga az, hogy azokra a dolgokra irányítsa rá az esküdtek figyelmét, ami közös magukban, nem pedig azokra, amikben élesen különböznek. Azt kell megmutatnia, mennyire szerette a kisfiát. Ne csesszel azzal, hogy arra koncentrál, akit gyűlöl! Néhány percre kettesben hagy minket Brittel, mielőtt újra szólítanak bennünket. Ő az! szólal meg Britt, amikor becsukódik mögötte az ajtó. Ő az, akit tényleg gyűlölök! A feleségemhez fordulok. Szerinted igaza van? Szerinted az egészet magunknak köszönhetjük? Folyton az jár a fejemben, amit odet Lauton mondott, ha nem szólalok fel a fekete nővér ellen, most minden más lenne? Megpróbálta volna megmenteni davis amint rászmél, hogy nem lélegzik? Ugyanúgy kezelte volna, mint bármelyik vészhelyzetet, és nem súlyosbítja tovább a helyzetet? A fiam már öt hónapos lenne. Fel tudna már ülni? Mosolyogna, ha meglátna? Hiszek Istenben. Hiszek egy olyan Istenben, aki megjutalmaz a munkáért, amit az ő nevében végzünk itt a Földön. De akkor miért bünteti így a harcosát? Ahogy Brit feláll, viszonylagást el az arcát. Mikor lettél ilyen picsogó pöcsfej? Hátat fordít nekem. A szomszédaink két babzabálók vatemalából, akik nyilván átmásztak a drótkerítésen, brit terhességének utolsó néhány hetében újítottak egy kiskutyát, egy bolyhos kis pukkancsot, egy ugatószörcsomót, aki egy percig se tudott veszteg maradni. Frida így hívták. Átjárt hozzánk és odaszart a füvünkre, ha meg nem, akkor megállás nélkül csaholt. Valahányszor Brit Disney próbált egyet, az a vakarcs addig ugatott, amíg fel nem verte. Brit persze felhúzta magát ezen, amin aztán én is felhúztam magam, és bedörömböltem hozzájuk, hogy ha nem hallgattatják el a kis korcsot, majd én teszek róla, hogy abba hagyja a csaholást. Egy nap arra mentem haza a munkából, hogy a babzabáló gödröt ás az azália bokor mellé, a felesége meg könnyes arccal szorongat egy cipődobozt. Amikor beléptem a házba, Brit a kanapén ücsörgött. Szóval megpusztultak és korcs. Nézett fel. Nagyon úgy fest. A háta mögé nyúlt, hogy előhúzzon egy flakon fagyállót. Tudod, egészen édes. Apa mindig mondta, hogy zárjam el a kutya elől, amíg kicsi voltam. Egy pillanatig meretten néztem. Te megmérgezted Fridát? Brit olyan szemtelenül nézett vissza rám, mintha csak Francis láttam volna. Nem tudtam tőle aludni. Választanom kellett, vagy a gyerekünk, vagy az a kibaszott dög. Kennedy McQuire az a fajta, aki szójalattét iszik. Nyilván obama a szavazott, bőkezően adakozik, ha egy reklámban szomorú kiskutyát mutatnak, és őszintén hiszi, hogy a világ jobb hely lenne, a békében megférnénk egymással. Pontosan az a vérző szívű lipsi, akit ki nem állok. Észben tartom ezt, ahogy lassan felém indul. Hallotta doktor Eptins tanúvallomását, miszerint fia egy MCADD nevű születési rendellenességben szenvedett? Csak annyit értettem belőle, hogy pozitív lett a tesztje. Az ügyész erre is betanított. Tisztában van azzal, Mr. Bauer, hogy egy kisbabának, ha nem ismerik fel időben az MCADD-t, szélsőséges mértékben leeshet a vércukorszintje, szintje, ami légzési rendellenességhez vezethet? Igen. Azzal is tisztában van, hogy ha egy kisbaba nem kap levegőt, az idővel szívjálláshoz vezet? Igen. S hogy ettől a kisbaba meg is halhat? Bólintok. Ja. Azzal is tisztában van, Mr. Bauer, hogy ilyen esetben a nővér hiába próbálkozik bármivel, ami más körülmények között talán megmenteni a kisbaba életét? Hogy a kisbaba feltehetőleg így is meghal? Feltehetőleg. Ismétlem. Tudatában van annak, hogy ha Davis volt ez a kisbaba, akkor maga Teréz anya sem menthette meg? Összefonom a karjaimat csak hogy az nem az én kisfiam volt. Felveti az állát. Hallotta a doktor Atkins tanúvallomását, ami mindenben megegyezett doktor Binniével. Az ön gyermekének MCADD-je volt, Mr. Bauer, nem igaz? Nem tudom, Jefferson felé. Az ott megölte, mielőtt még teljes bizonyossággal kiderült volna. Valóban ezt hiszi? A tudományos bizonyítékok láttán is? Igen, préselem ki magamból. Felszikrázik a szeme. Ezt hiszi, vagy ezt kell hinnie? Mi? Ön hisz Istenben, Mr. Bauer, nem de? Igen. Hisz abban, hogy a dolgok okkal történnek? Igen. Mr. Bauer, Ön használja a fehér erő Twitter azonosítót? Igen. Sejtelmem sincs, mi köze ennek bármihez. Olyan ez az egész, mint kiállni a szélbe, ami minden pillanatban másik irányból fúj. Bejegyeztet bizonyítéknak egy nyomtatott papírt. Ez a poszt az ön Twitter fiókjában jelent meg tavaly júliusban? Bólintok. Felolvasnák, kérem, hogy mindenki megismerje? Mind azt kapjuk, ami jár. Akkor felteszem, a fia is azt kapta, ami járt, nem? Ujjaj, megfeszülnek a korláton Mit mondott? Halkan, vészes lüktet a hangom. Hogy a fia azt kapta, amit megérdemelt? A kisfiam ártatlan volt. Árja harcos! Elengedi válaszomat a füle mellett. Ha belegondolok, ön is csak azt kapta, amit érdemelt. Fogja be! Ezért vádol egy ártatlan nőt a fia teljességgel véletlen halála miatt, nem igaz? Mert ha belegondolna, hogy valójában mi történt, hogy a fia egy genetikai aberrációt hordozott. Döhötten egyenesedek fel. Fogja be! Az ügyész kiabál, de ez a ribanc még őt is túlüvölti. Képtelen elfogadni a tényt, hogy a fia halála teljességgel értelmetlen és nem más, mint egyszerű véletlen. Muszáj Ruth jefferson okolnia, mert ha nem teszi, csak önmagát okolhatja, hiszen maga és a felesége teremtett egy genetikailag hibás árja gyereket. Nem így van, Mr. Bauer? A szemem sarkából látom, hogy Odett Lauton a bíró felé indul, de már én sem ülök a helyemen, áthajolok a tanúk padjának korlátján. A szörnyeteg, aki idáig bennem szunnyadt, hirtelen életre kel és tüzet okád. Te pécsa! Neki esek Kennedy McWire torkának. Már félúton járok, amikor valami bőrnyakú kamuzsarú elkap. Elárulod a saját fajodat, te büdös ribanc! Távolról hallom, ahogy a bíró lesújt a kalapácsával, és rendelkezik a tanú elvezetéséről. Érzem, hogy kirángatnak a tárgyalóteremből, cipőm a márványpadlón csúszik. Hallom, hogy Brit a nevemet sikoltozza, Francisből csatakiáltás tör elő, miközben a magányos farkas.org támogatói tapsviharban törnek ki. Ezután már nem sokra emlékszem, csak hogy hunyorgok a fényben. Már nem vagyok a teremben. Valahová az épület mélyébe egy szellába visznek, ahol csak egy prics áll és egy budi. Örökké valóságnak tűnik, pedig csak egy fél óra kell, hogy odet lauton megjelenjen. Kis hián elnevetem a magam, amikor az őr az ajtót, ő pedig ott áll előttem. Hős megmentőm, a fekete nő. Még fasság. Ezért kár volt, közdi. Sokszor én is meg tudnám folytani a védelem képviselőjét, de azért sosem próbáltam meg. Egy ujjal sem nyúltam hozzá, horkanok felgúnyosan. Az eskötteket ez nem érdekli. Meg kell mondanom, Mr. Bauer, hogy a kirohanásával elvesztegette minden előnyünket, amit sikerült kiharcolnom. Most már semmit sem tehetek önért. Ezt meg hogy érti? Ha szemembe néz. Az állam visszavonja a vádat. Hát én nem fogom. Soha nem fogom.